Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek ma este. Itt a Matula Műhely Live-ban. Látom, hogy már gyülekezünk, vannak itt már néhányan. A korán érkezetteket, azokat, pontosabban az időben érkezetteket üdvözlöm. És a józokásomhoz szíven azt kérdezem, amit szoktam elsőre, hogy mindenki jól lát és jól hall-e engem. Ha igen, akkor egy apró jelzést kérek majd kommentben. Igen. Hang és kép kiváló, sosem volt ilyen jó, nagyon szépen köszönöm. A torony kiadta a felszállási engedélyt, amit nagyon köszönök. Remélem mindenkinek nagyon jól telt a hét. A múlt héten a műhelyben egy kis barkácsolós estét tartottunk. Jó néhányan velünk tartottatok. Kapitány Pistivel, ahogy én neveztem, egy hagyományos műhely live-ot. Aki esetleg erről lemaradt, az nyugodtan belenézhet, pótolhatja az úszókészítésről és azoknak a kis kellékeiről és folyamatairól volt benne szó. A héten viszont visszatérünk a beszélgetés világába, és ahogy a beharangozóban említettük, Gyulai Ferenccel fogunk beszélgetni ma este. Pontosabban megismerkedni első körben, aztán pedig beszélgetni remélhetőleg egy kiválók és beszélgetős estének nézünk elébe. Egyikünk sem szűkszavú, de azért igyekezni fogok hagyni Ferit beszélni, szóhoz jutni. Bence Kemény kérdezi, miről lesz ma szó. Gyulai Ferenc, kétszeres magyar bajnok, és az úszós horgászatot tűztük ki majd célul, miután megismerkedtünk vele, és azon belül is még egy halfajt, a bodorkát, aminek én nagyon örültem, hiszen mindenki szeret beszélni pontyról, süllőről, csukáról, az igazi nagyvadakról, de ezt az aranyos kis halacskát, ami egyébként majd biztos el fog ez hangzani, hogy gyerekkorunk első nagy élményeit adta szinte vörösszárnyú bodorka, ezek voltak azok a halak, amiket annak idején elsőre zsákmányoltunk, tehát méltatlanul kevés szó esik, maximum csali halként szó róluk, és most ezen az estén szóba fogjuk hozni. Jó estét kívánok azoknak, akik kicsit később kapcsolódtak be. Ilyenkor el szoktam mondani, hogy a nézőinknek csak a 61%-a nincs feliratkozva, ami azt jelenti, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a tartalmakról, hiszen igyekszünk minél többször jelentkezni, és minél érdekesebb beszélgetéseket tartani itt a Matula műhelyben. És természetesen, ami nagyon nagy sarokkövő a dolognak, hogy élőben, hiszen már olyannyiszor beszéltünk arról, hogy ezt fel lehetne venni, és nagyon gyönyörű 21. századi formába hozni, de nem. Hiszen nagyon fontos, hogy itt legyetek a jobb kezemnél, itt látom is a kommentfalat, és már látom is, hogy írtak, szép jó estét mindenkinek, és annak is nagyon örülök, hogy kezd egy kis protokoll kialakulni, vagy egy néhány szokás, itt már látom, hogy bejelentkeztetek Bécsből, a Kecskemétről, szoktam kérni, hogy mindenki írjon Vácról, nagyon nagyszerű, hogy lássuk, hogy honnan néztek minket, hiszen ennek az élőadásnak az egyik legfontosabb lényege az lenne, hogy beszálljatok a beszélgetésbe. Mi ezt próbáljuk meg immáron egyébként a mai napon, 2 éve történt az a kis újszállás. 2 éve történt az, hogy elkezdtük a live-ot, és aztán pedig egészen komolyan belementünk itt a dolgokba, hiszen láttuk, hogy van rá igény, tehát hamar ugye megjelentek a nézők, és besegítettek. Amit most is kérem, hogy írjatok, hiszen ez a lényeg ennek az egésznek, hogy nincs megvágva, hogy lássunk, halljunk titeket, és beszálljatok a kérdéseitekkel a beszélgetésben. Na, Pinkapatak partjáról, Rákosliget, Békésmegye, Kisújszállás, nagyon örülök, viszont elmondom azt is, hogy nézzetek be a Facebook oldalunkra, és oda is iratkozzatok fel, vagy nyomjatok egy lájkot, egy tetsziket, hiszen főként nagyon szuper, hogy látjuk, hogy nagyon sok látogató van rajta, de azért az abból tudunk ítélni, hogy mennyire van, mennyire tetszik nektek ez a dolog, ez az irány. Reméljük, hogy igen. Weboldalunkon pedig
nagyszerű írások vannak. Igyekezni fogok, mindig ígérgetem oda is írni, hiszen nagyon sűrű a menet, de vannak ott nagyszerű írások, aki még esetleg nem olvasgatott, ott az nézzen be és olvasson. Kicsit átjövünk ide, hogy megnézzétek a kezemet, hogy nem csalok, viccet félretéve. Iszok egy kortyot a kedves egészségetekre, ahogy szoktam. És már is elkezdjük hívni Ferit, hiszen biztos izgul már a vonal a másik végén, hogy hol vagyok már, hiszen mondtam neki, hogy néhány perccel a kezdés után fogom hívni őt. Ó, már is itt vannak a kommentelők. Sziasztok, egyik kedvenc gyerekkori halam a bodorka. Hát sokunknak a kedvenc hala. Köszönöm szépen. Most pedig akkor nézzük, hogy fel tudjuk állítani ezt a kapcsolatot. Tőlünk 2000 kilométerre lévő. Beügyeskedtem a fülhallgatót. És néha. Hát egy kicsit nekem ez hangos. No. Halló, tessék, ki az? Szia, üdvözöllek itt a Matula műhelyben, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást ma estére. Szia, jó estét. Sziasztok. Örülünk, hogy itt vagy. Kicsit várunk. Mi a tevékenység körök? Izgulás van. Izgulás van, így van. Kicsit várunk, hogy a kapcsolat beálljon, hiszen nem sokkal hamarabb volt egy próbahívásunk, ahol tökéletesen látlak, de szerintem hamarosan ismét jól fogunk látni. Nagyon remélem, hogy a nézők, a kedves sportások, akik itt vannak, szépen összegyűltek, azok is jól látnak és jól hallanak minket, téged is. Én már egy pár szót beszéltem hozzájuk. Arra szeretnék megkérni, hogy azért a nézőközönségünk az horgászokból áll főként, hiszen ez egy horgászműsor. Hallom a kutyát közben, ezek szerint mégse adtál neki eleget. De igen, mindig amikor enni kap, akkor utána egyszer csak bizonyítja, hogy ő szolgálja meg a dolgát, és akkor ő mindig ugat utána egy keveset. Hogy ő kapott enni, én itt dolgozom, kérem. Megdolgoztam az ételéről, én ugatok. De ez körülbelül ennyi szokott lenni, most már nem ugat. Szuper, nem, állatbarátok vagyunk, hiszen horgászok. Azt szeretném kérni, hogy egy pár szóban, így rögtön az elején még kérdeznék, mutatkozz be, hogy ki is vagy te. Tehát Gyulai Ferenc, ahogy írtuk a beharangozóban, Ferike, Gyulai Ferike. Erről még majd vissza fogunk térni. Arra kérlek, hogy mondj egy pár szót, például a gyerekkorodról, egészen a korai-korai kezdésről, nyitásnak. Nyitásnak. Az első dunai élményeim között szerepel az, amikor a Duna túszul ejtett. Egész pontosan apám horgászott térdigálva a Dunában, a Tungström mögött a Lidón, és én ott gyerekként a parton, ilyen 3 éves formaként valószínűleg valamit sóderrel játszottam, és akkor jött egy nagy uszály, a hullám így elvitt, és akkor itt anyám szerint perceken keresztül nem volt meg a gyerek, de hát a Duna elvesz, a Duna visszaad, úgyhogy azért bármennyire túszulejtett visszaadott, és valamikor ilyen 3-4 éves korom óta biztosan tudom, hogy horgászom. Az első fényképes emlékek azok olyan 5 év forma lehetek, az már a Batthyány téren egyedül szerelek a lépcsőn, és úszatós szerelék van nálam. Tehát fővárosi horgász vagy, fővárosi gyerekként születtél, ha nem tévedek, akkor angyalföldinek vallod magad. Én angyalföldinek, zuglóinak vallom magam. Horgászni egyébként valamikor ugye apámmal a Batthyány tér környékén kezdtünk, aztán ugye költöztünk Békás-megyerre, és akkor ott az új kövezésen horgáztunk.
Angyalföldnek azért való magam, mert olyan 12-13 éve, 12 évesen kerülhettem oda, és egy nagyon meghatározó időszak, mondjuk 12 éves korától 15-6 éves koráig az embernek, ott a Fókaöbölbe jártunk le, Újpestéből bejártunk le horgászni, akkor már ugye a srácokkal bandáztunk, és azon a környéken nagyon meghatározó élmények voltak. Maga a környezet, a millió az egy olyan rész volt, és onnan Zuglóba mentünk át, mentem át, és ott is lakom 20 éven keresztül. Sőt, még több élmény is kötött Zuglóhoz, de erre kicsit később fogunk majd rátérni. 1987-88 Nagy Budapesti Horgász Egyesület. Legyen ez a Így van. következő álláspont. Ebbe az egyesületben kezdtem én el versenyezni. Én egész kisgyerekkorom óta már azt gondoltam, hogy én horgászversenyző leszek, csak nem tudtam, hogy hogyan kell, mint kell ezt az egészet kivitelezni. És valamikor 87 környékén kerülhettem oda. 87-ből van egyébként az első kupám is, amit így megtalálok a környezetben. És 87-88-ban volt a Nagy Budapesti Horgász Egyesületnek egy ifi csapata, ez egy háromfős ifi csapat, a Zsigrai Babi meg a Szuja Pistivel voltunk, így hárman benne, és ahol mi úgy elindultunk, azt meg is nyertük azt a versenyt gyakorlatilag mindig. Így visszaemlékezve ez nagyon nagy szó, feltételezhetően ez ilyen 3-5 verseny lehetett, vagy valami ilyesmi, de arra emlékszem, hogy nagyon, nagyon jól szerepeltünk mindig. Amit lehetett, ahogy mondtad, megnyertetek, mint a három testőr, akkor olyanok voltatok, 87-88. Egyébként te nagyon sokáig ifjabb Gyulai Ferenc néven szerepeltél, gondolkodtam is, amikor átküldtem a nevet Mikinek, és készített a képet, hogy ifjabb legyen vagy nem. Mondj, beszéljünk egy pár szót apukádról, hiszen meghatározó személy volt. Én ugye azt kérdeztem tőled, hogy versenyhorgász volt-e, amire rögtön mondtad, hogy nem. De azért meghatározó személy volt, mondj egy pár szót Gyulai Ferencről, édesapádról. Azért gondolom, hogy nem versenyző volt elsősorban, azért mondom azt, hogy nem, mert ő alapvetően horgász volt. Ő horgászni szeretett nagyon, értelemszerűen belekóstolt a versenyzésbe, voltak eredményei is, és nagyon szívesen versenyzett, de volt egy nagy szállóige, tehát ha Gyulai Feri egy csaliba haladt, akkor azonnal változtat. Mert ő mindig kerest, és keresett egy jobb megoldást, ami sokszor ugye visszafelé lendített, nem pedig előre, mert egy nagyobb csali, már nem arra a szájához illő csali volt, vagy a pirossal fogott, akkor ő fölrakott egy fehéret, hogy mi fog történni. Egy nagyon kíváncsi ember volt egyébként, egy nagyon-nagyon-nagyon művelt, nagyon okos ember volt. Valóban meghatározó személyisége volt szerintem a teljes magyar horgászatnak valamilyen szinten, hiszen volt olyan magyar horgász, aminek 75%-át ő írta abba az időben, vagy sporthorgász, mikor melyik. Úgyhogy az újságírásban 88-89-től vett részt. Ugye akkor én elmentem katonának, és itt gyakorlatilag így el is távolodtunk időben egymástól. Később horgáztunk egy csapatban, egy versenycsapatban 90-től talán 92-3-ig a Csepel Horgász Egyesületnél, és akkor ők ugye a feleségével, Gabival elmentek a Tisza-tó környékére, meg hát ugye, ahogy azt mondom, hogy nem versenyző, ilyen zarándok, tehát így nagyon kísérletező volt, nagyon sokféle dologba belekezdett, nagyon sok dolgot kipróbált, kitalált, maga találta ki, irányította sokszor a saját életét, jó, rosszul, mikor, hogy. Igen, én hallottam sok érdekességet róla, próbáltam keresgetni, és az jött le, hogy még nagyon kritikus emberek is, író, tollat ragadó emberek is ikonikus személynek tartották egyébként, amikor megjelent a Dunaparton, valaki mögött adott egy tanácsot. Én ezt ilyen információkat találtam róla. Ami még érdekesség, hogy mondod, hogy kísérletező ember volt, tehát ezeknek igen nehéz sorsa van. Ha jól tudom, ahogy mondtam, nagyon intelligens volt. Ettől függetlenül taníthatott volna az egyetemen, ha jól tudom, de ő normatechnikus, jó, építőipari normatechnikus volt, ha jól tudom.
Normatechnológus, igen. Normatechnológus, bocsáss meg. Semmi baj, taníthatott volna egyébként valóban képesítése szerint esztétikát, filozófiát egyetemen. Mondom, egy csuda figura volt, 40 évesen még neki ment a jogi egyetemnek, és igazándiból csak a saját döntése szerint hagyta, azt hiszem, harmad évbe abban. Ott valószínűleg a munkák, nem tudom micsodák, úgy nem jöhettek össze. Erre nem emlékszem pontosan, de 3 évet azt végigcsinált így 40 plusz évesen a jogi egyetemből is. Visszatérve egyébként az ifjú nem ifjúra, én sokáig ifjú voltam, ifjú maradtam, és aztán utána, halála után egy 4-5 évvel engedtem el ezt az előtagot, mert egyszerűen már nem volt létjogosultsága, hiszen egyedül maradtam. Így a szakmában. Így a szakmában az jutott közben az eszembe, hogy tehát nagyon öntörvényű volt, nagyon ikonikus személy, de azért nagyon sok mindent tanultál tőle. Egy csapatban is horgáztatok, de azokban az években azért nagyon komoly horgász élet folyt a Nagy Budapesti Horgász Egyesületben. Itt közben Zalán itt a Hunyadi Szabolcs volt az első igazán sikeres versenyző világversenyen. Egy ilyen kommentet kaptunk itt közben. Ferenci Dénes Nagy Igen, Budapesti Horgász volt. akkor egy egyéni 5. helyezés, ez volt az első nagy magyar eredmény a Hunyadi Szabolcstól, Bolytól. Ugye ez volt neki a beceneve. Egyébként ez a 90-es évek már a Csepel Horgász Egyesületnél volt. Tehát ott voltunk mi együtt a Nagy Budapestben, én versenyeztem. Onnan mentem én a katonaság után a Csepelhez 90-ben, amely egyébként ennek az egyesületnek vagyok a mai napig tagja. Nem ugráltál akkor ide-oda. A versenyzéshez, ahogy mondtad, hogy hármas csapatban kezdtétek, és akkor ott mindenféle versenyt megnyertetek, de hát innen hogy vezetett az út egészen az országos bajnokságig? Hiszen 2001, közben lenézek, már adatokban nem vagyok jó, 2001-ben nyerted az első, 2002-ben az első országos, sikerült, jó, 2002-ben az első országos bajnokságot. Mennyire volt azért kemény az út idáig, vagy rögös? Nagyon nehéz volt. Igazság szerint én egy szerencsének köszönhetem azt a magyar bajnokságot. Én Walter Tommyval készültem föl együtt, mióta abban az időben eléggé sok időt töltöttünk együtt, és ő akkor már azt hiszem, hogy a Máver csapatnak a tagja volt. A lényeg az, hogy mi ott együtt készültünk, és míg ők fogtak 6-7-8 kiló keszeget, addig én nem tudtam fogni csak mondjuk 5-6-ot. És nem éreztem stabilnak egyáltalán a teljesítményemet, viszont ugye ez a verseny, ez Kunhegyesen volt, Mabánhalmának hívjuk éppen, de ez a Kunhegyesi versenypálya volt, és arra viszont rájöttem, hogy sneci van a vízben bőven. És mert ugye nem tudtam horgászni rendesen keszegre. És akkor mondtam magamban, hogy hát én snecizni megtanultam. Ugye a Hunyadi illetve bocsánat, Ferenci Dénestől a Bo is besegített. Ugye ott volt annak idején egy nagy klasszikus csapat, és ők snecizni megtanítottak. Mert ugye a gyerek snecizzen, majd az jó eredményt fog hozni. Egyébként a régi iskolának az egyik alapja a snecizés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy aki snecizni tud, az valószínűleg mindenféle halra tud horgászni. A Előbb-utóbb. lényeg az, hogy snecizni viszont tudtam, és akkor az én célom 2002-ben nem az volt, hogy magyar bajnok legyek, álmodni sem mertem én arról. Az én vágyam az volt, hogy egyszer majd fölvehessem az életem folyamán a nemzeti színű mezt, és akkor legyek valahol válogatott kerettag, vagy válogatott tag. És ugye akkor 40 fős volt a mezőny, aminek 16 fő volt a válogatott kerettag. És akkor én azt kiszámogattam fejbe, hogyha stabil négyeseket horgászok, 16 ponttal valószínűleg bent leszek a 40-ben, illetve a 16-ban, és akkor válogatott kerettagként már elértem azt, amit szerettem volna. És akkor ez olyan jól sült el, hogy az első hármasomnál még így meglepődtem, aztán horgáztam rá egy egyest, ugye 3-1-3-1, így nyertem magyar bajnokságot először,
nem is számoltam én ezzel, hogy az utolsó forduló kezdetén volt ott egy picike ilyen odaszólás, hogy akár dobogós is lehetek. És nagyon nagy meglepetés volt számomra is az, hogy én magyar bajnok lehetek, vagy lehettem. Az azért eléggé fontos dolog, hogy itt abban az időben is 3 óra alatt meg kellett fogni a 900 000 darab halat. Ezt akartam Tehát azért egy... kérdezni, hogy sneciből mennyit kell fogni ahhoz, hogy valaki felálljon a dobogóra? Tehát, hogy azért a gondolom az mennyiségre sem kevés, azt mindegyiket megfogni, kivenni, levenni, betenni, stb. Csalizni. Tehát ez extra sok munka, feltételezem. Súlyra 7,90 és 8,60 között volt a 4 fordulónak minden eredménye. Ezek mondom ilyen 900 és 1000 darab között is, neci valahol. Az biztos, hogy amikor az utolsó egyet csináltam, az 1000 darab volt. Ott 5,5-6 darabos percenkénti átlagot kell tudni. Ugye értelemszerűen van, amikor 9-es, van, amikor pedig 4-es, 5-ös. Ugye ebbe előkecsere, horogcsere, csalécsere, etetés, minden benne van. Tehát ez egy eléggé komoly fizikai munka is. Erre mondtad azt, hogy Ugye? olyan volt a kezed a végére, mint egy tűpárna. Igen, hogyha egy 4-5 fordulós versenyen van az ember sneszizésnél, akkor a teljes tenyere az úgy fog kinézni, mint egy tűpárna a végére. Tehát én a második forduló utántól ilyen nagy gyulladás csökkentő savos krémmel zoknival a kezemben aludtam, hogy másnap fogni tudjak. A szerencsét említetted, de hát valamilyen törvényszerűséget csak felismertél, hogyha sikerült ezt megcsinálni. Tehát azért volt benne tudatosság, és nyilván, hogy ezzel nyerhetsz. Hát nem, továbbra is stabilan mondom, én nem nyerni akartam. Hanem Én kerettag válogatott lenni, lettem. váltogat kerettag. Így van, és aztán utána így alakult, hogy sikerült nyerni, ami a boldogságomat nem csökkentette, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy így lettem kerettag. Ugye következő éve már Európa-bajnokságra is mehettem ezzel az eredménnyel, és igen, kellett hozzá szerencse fölismerni ezt négyebek, de az is kellett hozzá kellő bátorság, úgy szoktuk mondani, hogy kellő tökösség ahhoz, hogy én semmi más nem vittem be. Tehát nem volt nálam egyetlen egy hosszú volt se. Ez ilyen, mint a focisták szokták mondani, hogy vagy a labda, vagy a baba. Tehát ez most vagy befogja, vagy nem. És közben ugye volt egy esős nap, egy nagyon csúnya esős nap, amikor ugye mindenki mondta, hogy na, vége a snecinek, mert hogy az árnyékban nem lesz mélyebbek, akkor volt az, hogy 8,60 lett. Azt írja, hogy valaki ennyi, Ádám írja, ennyi sneci nincs is, mennyi rúszli lenne belőle. Péter Jócsák írja, Feri bácsi a mentorok mentora, az enyém is ő volt. Hogy egy-két kommentet, és olvassak közben, mert félszemmel nézem egyébként a későn érkezőket, azokat üdvözöljük, itt már beköszöntek 4-en, 5-en, bocsánat tőlük, hogy nem köszönök külön-külön, de üdvözölöm a később érkezőket. Én is, és kérlek titeket, legyetek interaktívak, kérdezzetek, mert ezt a szót 3 napig gyakoroltam. Interaktív. Úgyhogy ügyesek legyetek, kérdezzetek, akkor tudunk jót beszélgetni. Fognak biztos bizonyosan kérdezni. Erdei Attila, Ambrus Tibor, Hamar Ferenc. Ilyen neveket írtam fel a papíromra. Ők voltak abban az időben, Timár Gáborral, Katus Gyulával, kiegészítve, és még számos nevet föl lehet sorolni, ők voltak abban az időben a nagyon nagy menők. Ők voltak azok, akik egyébként a majd nem voltak a mai napig meghatározó egyéniségei és ikonikus személyei a horgászversenyzésnek, a magyar horgászsportnak gyakorlatilag a szülőatyai ezek a Szülőatyai. nevek. Egy kicsit szóba fogjuk hozni a versenyhorgászatot, hiszen annyi minden elhangzik, itt mindig szektor, meg minden, de ezzel egy kicsit várjunk. Még azt szerettem volna kérdezni, hogy ezekben az időkben már mondtad, hogy a Csepeli Horgász Egyesületnek voltál a tagja, így van? Igen, És már akkor. a Dovittal nem voltál meg akkor kapcsolatban. Ezt nem Még tudom. egyszer, bocsánat. A Dovit. Dehogy is a Dovittal nem volt nekem kapcsolatom. Na, a Dovittal ez az év a 3. év, amikor kapcsolatom van, kvázi ott dolgozom. És
akkor még közel sem volt. Tudtuk, hogy létezik ilyen, hogy Dovét, de mert a Dovét egyébként, ha már itt szóba hozta, de akkor a legöregebb magyar cég, amelyik horgászcikk gyártás, rételegetetőanyag gyártással foglalkozik. Ők 73-ban már igazoltan etetőanyagot árultak, gyártottak. Én 3 évvel ezelőtt kerültem oda, és már előttem is egy nagy lendületet vett a cég, és fölfelé ívelt, de így együtt sikerült olyan eredményeket elérni, amik én úgy gondolom, hogy kiemelkednek így a sok éves átlagból. Csak azért, mert a versenyhorgászatot kezdtük el, ugye, hogy de még a második magyar bajnokságodról nem beszéltünk, egy kicsit hozzuk szóba azt is, nehogy kimaradjon, ugorjunk inkább vissza erre, és akkor majd folytatjuk a Dovittal, bocsáss meg, nehogy kihagyjuk, hiszen volt egy második is, erről is mesélj egy kicsit. A második magyar bajnokság 2005. Nem nehéz egyébként kiszámolnom, mert 2002-ben született az első lányom a feleségemtől, és 2005-ben a második. Úgyhogy gyakorlatilag minden évre, minden bajnoki évre egy gyermekszületés sikerült eszközölni. A lényeg az, hogy ez 2005-ben volt Csepelen, a Csepeli Csőhidi pályán, és ez számomra sokkal emlékezetesebb. Itt már azt hiszem, hogy aki ott volt, az is azt állítja, hogy azt a versenyt én nyertem meg. Tehát ott nem volt kérdés, 5 ponttal nyertem a bajnokságot, úgyhogy az első fordulóban a Nagy Benő 2 kilót 2 dekát fogott, én pedig 2 kilót. Tehát ott 2 dekán múlott az, hogy nem 4 ponttal nyerem a magyar bajnokságot, és egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Be kell, hogy valljam, hogy a mai eszemmel pontosan tudom, hogy mi történt. Az történt, hogy a többieknek volt ott mondjuk 20-30 horgászatuk, nekem meg volt 30 versenyem, meg további 150 eltöltött napom azon a vizen. És ami nagyon-nagyon fontos a horgász versenyzésben, az, hogy edzésbe kell lenni, edzeni kell. Mindig szokták tőlem kérdezni, amikor szóba kerül, hogy én horgász versenyzésre foglalkozom, hogy hát ott hogy lehet edzeni. És akkor én szoktam mondani, hogy a futó fut, az úszó úszik, a sakkozó sakkozik, a horgásznak horgásznia kell. Együtt kell, hogy éljél a vízzel. Amikor egy-egy eredménnyel rendelkező, jó versenyző ebbe beletesz néhány évet, akkor annak mindenféleképpen van eredménye. Tehát Csőregi Balázs is, Walter Tomi is, és még nagyon-nagyon sokan mások akkor magyar bajnokok, amikor 200 napot vizet töltenek. Tehát ezelőtt talán Nagy Andrés az egyetlen kivétel. Mert Nagy Andrés az UFO. Ő volt az a fiú, aki egymás után kétszer nyert magyar bajnokságot 22 évesen felnőtt mezőnyt. Az igen szép. Közben azt látom, hogy Trieb Lajos azt írja, Ferike a Kurcán szentesen horgáztunk egymás mellett, emlékeim szerint 2000-es évek elején talán jött közben ez a komment. Aztán Imi Harangozó sajnos hamar Feri gyorsan abbahagyta, talán a győri horgászbot elvitte az idejét. Közben Attila Debrődi írja, hogy én csak annyit üzenek, hogy meg annyi sztori fűz hozzád, olykor sírás és persze rengeteg nevetés, sokat tanultam tőled. Írja Attila, úgyhogy közben nagyon örülünk, itt vannak ők is velünk, mindannyian a bal kezünknél. Igen, hálás vagyok nekik. Én azt szoktam mondani, hogy így időről időre így az én hónom alatt nőnek föl a gyerekek, és hát a Peti is, Attila is, és még számos mások is. Egyébként Jócsák Peti most Németországból hallgat minket, a Debrőti Atti Pest Erzsébetről. Ők megmaradtak nekem. Tehát amikor itt 12-13 évesen mellém kerülnek, és mondjuk most már a katonaság nem, de hát ugye a lányok, a valamiféle élet szituáció elviszi őket 11-néhány 20 évesen, akkor is mindig visszajönnek. A néhány év kimaradással, vagy mit, nem tudom, hogy de előkerülnek, és mindig részesei vagyunk az egymás életének. És ez Pálinkás Csabától sokan vannak. Én nagyon-nagyon szeretek a mai napig gyerekekkel foglalkozni, mert nagyon hálás feladat az,
könnyedén tanulnak, akarnak tanulni, és nagyon-nagyon ügyesek. Egyébként most is van a kezem alatt egy Zsiga Levente nevű fiúcska, aki jövőre, nem jövőre, bocsánat, idén az U20-as keretnek, utazókeretnek tagja, és remélhetőleg a Ki? Mi? világbajnokságon sikerül majd elérnünk valami jó eredményt. Közben meghallottuk, megjött az üzenet, de nem baj. Mondom tovább, Nem. azt mondtad egyszer, hogy legalább 10 világbajnok volt a kezed alatt. Ez a mondat hangzott el egyszer, akkor beszélgettünk. Akkor tehát az utánpótlás nevelésben vagy képzésben igen, erősen kiveszed a részed. Van ennek kapcsolata azzal, hogy esetleg nehezen kezdted a pályádat? Tehát van benne ilyesmi, vagy jól érzem, vagy nincs ehhez? Igen, ugye mi beszélgettünk előtte, és ez valóban szóba került. Azon kívül ugye, hogy nem tudtam, hogy hogyan kell versenyzéssel kezdeni, amikor én ezt kezdtem volna, akkor nekem nem volt kihez fordulni. Illetve elkezdtem, de mikor kinőttünk, ugye abban az időben az úgy volt, hogy volt ifi kategória 18 éves korig, és aztán utána a felnőtt, nem volt ilyen U20, meg U25, hanem egész egyszerűen a 18 éves kategóriát kinőtted, túllőtted, akkor már felnőttben versenyeztél. És a felnőttben már, hát ma már nem haragszom érte, hiszen tökéletesen értem, hogy abban a pillanatban riválissá váltam, és nem mindenki segített olyan lendülettel, mint előtte. Sőt, mi több, én nekem nagyon-nagyon nehéz volt információkhoz jutni. Mentem, kértem segítséget, és hát a mai szóval úgy élünk, hogy lepattintottak, mert hát ugye mindenki a saját kis pecsenyét sütögette. Most már értem, tudom. Akkor nagyon fájt, és én akkor úgy megfogadtam, hogy ha én tehetek majd valamit azért, hogy segítsek, akkor fogok tenni. És ez nem csak gyerekekre, fiatalokra vonatkozik, hanem azt gondolom, hogy mindenkire. Tehát én igyekszem úgy élni az életemet, úgy élni a munkásságomat, hogy én adjak az embereknek. Ez nem az enyém, ezt én tőled kapom, ezt én minden horgásztól, akivel találkozom, kapom. Ez nem az enyém, hanem van valami, amit megtanulok tőle, egy csomó, egy bármi, egy kis tapasztalat. Akkor azt miért ne adjam oda? Ez nem az én titkom, én nem leszek attól kevesebb, hogy ezt ő tudja. Nekem nagyon fontos az, hogy mindenkinek, de a gyerekeknek meg főleg kedvet csináljunk, segítsünk nekik, mert a jövő az nem mi vagyunk. Egy kicsit ide kapcsol, Kemény Bence kérdezi, ő dovitos? Igen, ő dovitos. És hogy már kérdezte is a kommentelő, Bence, térjünk egy kicsit rá, hogy a dovitnál is ugye van Féder Team, és te vezeted, fogalmazzunk így, vagy szaktanácsokkal látod el? Mi a pontos titulusod ott? De a Dovit Féder Team kapitánya vagyok, igen, ez a titulusom jelen pillanatban. Gyakorlatilag a munkám egyik része az, hogy ezt a csapatot vezetem. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert olyan fiúk vannak ott, akik akartak tanulni, illetőleg nagyon-nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időben, és úgy gondolom, hogy még sok dolog lesz a csapat tarsójában. Én abban reménykedek. Erős csapat lesz. Most kezd igazán csapattá válni. Eddig ugye csak összeszedett emberek voltak. Egy csapat attól válik csapattá, hogy nem csak egy színű a pulóverek, hanem egy irányba is néznek. Közben Bencének a kommentjén mosolygok, már beugrott, meg is ismertem az urat, hatalmas pecás. Közben, hogy igen, így a válaszok. A Dovid Team egyébként egész jó eredményeket ér el, mióta a kapitánya vagy, én így nekem így jött le. Ha jól tudom, 2000, mondd az eredményeket, te, mert az adatokkal bármennyire ki vagyok szedve, nem vagyok jó sosem. Rendben, volt egy az első közös évünkben bronzérmesek lettünk a Magyar Klubcsapatbajnokságon.
a következő évben pedig negyedikek, és mindkét alkalommal a Waterland Masters-en dobogó közeli negyedik, ötödik helyezést értük el, ami azért nagy szó, mert ugye 23-27, 32 csapatos versenyről beszélünk, és ez egy kis Európa-bajnokságnak titulálható verseny, ez egy tényleg nagyon-nagyon nívós verseny, és mindkét alkalommal sikerül dobogó közelben maradnunk. A tavalyi bajnokságon negyedikek lettünk, úgyhogy 2 napig másodikok voltunk a Waterland mögött. Az előkelő Az utolsó. negyedik helyet szereztétek meg, ahogy írtátok, de Igen, hát egy Bolzsár napot Norbert viszont bronzérmes lett, ha jól tudom. elindultuk az utolsó napot egy kicsit, illetőleg a Kárbzum nagyon-nagyon-nagyon nagy hajrával jött, nagyon ügyesek voltak. Ha. Egy nevet próbáltam kimondani, ami nem Boldizsár, hanem Bolzsár Norbert, jól mondom? Bocsánat? Bodzsár Norbi, Bolzsár Norbi. ő egy nagyon-nagyon ügyes fiúcska, olyan 7-8 éves kora óta, talán 10 éves kora óta ismerhetem. Úszósorgásznak kezdődött ő is, mint majdnem minden féderhorgász, és aztán beleszerelmesedett ebbe a féderhorgászatba, és több csapatban is szerepelt. Aztán most elkerült hozzánk kis szerencsével, és nagyon nagy reménységgel. Volt ugye neki már több eredménye is, idén pedig majd a Method Feder világbajnokságon Dél-Afrikában fogja erősíteni a magyar csapatot. Ez nagyon jól hangzik. Közben az izguló kommentelőknek mondjuk, a Dunai horgászatról is essék szó, szó fog esni a Dunai úszatásról, szó fog esni féderezésről, csak szépen sorjában odaérünk, mert ha kapkodni fogunk, ki fogunk hagyni valamit. Először még a Dovitnál tartottunk, hogy Dovit Féder Team, csapatkapitány, nagyszerű eredmények, kapcsolattartó vagy még ott azon kívül, és ha jól tudom, etetőanyag fejlesztéssel is foglalkoztok, amit fogunk egy kicsit később még majd bogozni, hogy milyen is a jó etetőanyag, vagy miért jó az az etetőanyag, de ezt majd a horgászat résznél. Halacska. Tessék! Ez a szó is nagyon érdekel. Minket halacska. Miért halacska? Halacska horgász volt, én ezt így is hallottam, Zuglóban, ahol nagyon családias volt a légkör, és ott a sportársak jöttek, mentek, egybegyűltek. Mesélj egy kicsit a halacska korszakodról. A halacska korszak az, maga a halacska az egy becenév volt, az én becenevem, egy 3 éves kicsi lánytól kaptam. Mert valahány én adtam neki egy vödörbe egy halacskát, és akkor ugye ő ezt megtanulta, hogy ennek ez a neve, és ez nagyon érdekes, hogy ott úszik benne a vödörbe, és ez nagyon tetszett neki, és a társaság nagy részének pedig azt tetszett, hogy amikor ez a 3 éves szürke kis csöpkés engem meglátott, akkor így szétcsapta két kezét, és kiabálva szaladt felém, hogy halacska, halacska, halacska. Innentől kezdve nem volt nehéz így rámragasztani ezt a becenevet, ami hát tizen sok éven keresztül kísért, de úgy, hogy már apám is úgy hívott, mindenki úgy hívott, ez volt a megszólításom Ez volt az indián gyakor. neved, gyakorlatilag. Igen, én éveken keresztül indiánoztunk, 10 éven keresztül, és ez volt az egyik indián nevem, igen. És hát amikor a horgászbolt nyitása szóba került egyáltalán, akkor nem volt kérdés, hogy mi lesz a boltnak a neve. Én nagyon-nagyon szerettem horgászboltosnak lenni. Ezt egyébként mindig is szerettem volna horgászboltosnak lenni. Egész kicsi gyerekkorom óta, és akkor én megfogadtam, hogy majd ha egyszer horgászboltos leszek, akkor az én boltomban, a dobozban csonti lesz, nem csak fűrészpor. Mert ugye mi a gyerekkoromban mentem, és akkor volt, Nagyon tetszik, igen. egy-egy boltban volt a dobozban 25 szem csonti, bocsánat, töltök már, én is láttam, hogy te is töltögetsz, akkor én is Hogyne, töltögetek, hogyne. kis teát töltök magamnak. Szóval akkor én megfogadtam azt, hogy az én boltomban, a dobozban csonti lesz, nem csak fűrészpor, és mikor Walter Tomi nyitotta az első boltot, a karpológiát a Soroksári Tesco-ban, akkor nekem volt olyan szerencsém, hogy ott az első 3 hónapot ott tölthettem vele, segíthettem neki,
nekünk akkor jó menő cégeink voltak, jól meg tudtam tenni azt, hogy ott legyek vele nála. Én gyakorlatilag horgászboltost játszottam, és ez annyira megtetszett, hogy utána én is szerettem volna egy boltot. Több-kevesebb sikerrel jártam, mert azért 10 éven keresztül, vagy 12 éven keresztül volt is horgászboltunk, Az és 2006 és mindig a 2016 között volt Zuglóban. és mind a két alkalommal egyébként a Tamás az visszasegített, mert amikor nyitottam a boltot, akkor is segített áruval, és amikor meg bezártam a boltot, akkor meg visszavette, illetőleg hát megvásárolta az én árukészletemet, tehát szinte nem maradt semmi így bennem rajtam. Családias légkört, gondolom ott összegyűltek a sportársak. Egy kicsit azt érzem, ahogy beszélgettünk, és ahogy írtam is a 90-es évekről, hogy ez is olyan, mint a zene hőskora, itt a horgászat hőskora, hogy ez a nevek, akiket felsoroltál, vagy akiket beszéltünk, ezek igazán a horgászat mostani, de akkori nagyjai is. Tehát ebben a légkörben teltek ezek az évek. Közben felolvasok egy lényeges kommentet szerintem. Jócsák Péter írja, megjegyezném, hogy minden kétségen nélküli Feri nagyon sokat tett az asztalra, mint top versenyhorgász, de az, amit az utánpótlásért tett és tesz, úgy gondolom, hogy még talán nagyobb áldozatot követel, és nagyon becsülendő, de sajnos nem kap elég publicitást, az utánpótlás válogatott sikerei. Hát ezért vagyunk egy kicsit itt, hogy beszélgessünk erről, és beszélünk is róla, hiszen ezek nagyszerű dolgok, és hát a jövő generáció múlik majd ezen. Hiszen ahogy ti láttátok a nagyokat, vagy te édesapádat, Hunyadi Attilát, stb., ugyanúgy látnak ezek a gyerekek titeket, és remélhetőleg elkapja őket ez a hév, vagy át tudják venni ezt a horgászlánzt. A horgászbolton, hogyha túllépünk, és a halacskán, nem firtatom, hogy mi volt, hogy volt, szép volt, úgy látom, egy szép emlékkört hozzá. A versenyzésről egy nagyon Nem kicsit. rajtunk múlott az árás, tehát nem csődbe mentünk, vagy ilyesmi, nem rajtunk múlott, hogy egy tőlünk teljesen független ok miatt kellett zárni. Tehát gyakorlatilag az üzlethelységgel lett probléma, amivel mi nem tudtunk kezdeni. Próbáltuk egyébként folytatni egy kisebb üzlethelységben, de az már nem olyan volt. A versenyhorgászásra térjünk egy kicsit rá, hiszen mindig halljuk ezeket a szakkifejezéseket. Arra kérlek, nagyon el ne kapjon a hív és nagyon belemenj, de azért egy kicsit beszéljünk erről, hiszen utánpótlás nevelésről volt szó. Természetesen van erre kimondottan nagyszerű podcast, ami csak a versenyhorgászással foglalkozik, és az Csaba csinálja, Polyák Csabi jó. Ő úgy tudom, legalábbis nem tudom, megye még. Akit részleteiben menve érdekel ez a dolog, ott vagy az ővele is volt beszélgetésünk, de azért mindenféleképpen nagy vonalakban vázold a versenyhorgázást, mert mindig halljuk, hogy szektor, meg mindig halljuk, hogy szektor egy, meg olyan is történt még a te pályafutásodban, hogy nem is elsőt horgáztál, mégis első lettél. Ezt elég nehéz esetleg megérteni azoknak, nekem például, akik nincsenek ebbe igazán benne. Most nem fogunk ilyen versenyhorgász napot tartani, de azért egy kicsit vázolt fel, hogy működik egy vers. Ugyanis, és ezt tegyük hozzá, bocsánat, én voltam olyan tanulatlan, hogy megkérdeztem leg téged, és milyen műfajban módszerrel nyertél országos bajnokságot, mire meglepődve közölted ugye, hogy hát akkoriban, ha azt mondták, hogy verseny, akkor az úszós horgászat. Tehát mára ez azért nagyon megváltozott, úgyhogy arra kérlek, vázold egy kicsit a versenyhorgászatnak a alapjait, mondjuk így sikerült. Rendben. A horgászversenyzés gyakorlatilag arról szól, hogy adott idő alatt minél több gram súlyú halat kell fogni. Most ez a következőképpen működik. Vegyünk egy 40 fős döntőt, de egyébként vehetnénk egy bármilyen horgászversenyt is. A lényeg az, hogy a emberek, akik leülnek egymás mellé, nem azonos pozícióban indulnak. Mert a folyónak, tónak, bármilyen víznek a szélső helyei, azok mindig erősebbek lesznek, hiszen szélről több hal jön, mint mondjuk a 40 fős mezőnynek a 20. emberéhez.
Ezért azt szoktuk csinálni, vagy illetőleg a versenyzés úgy működik, hogy ha több fordulós egy verseny, akkor szektorokra osszuk a pályát. Ha egy fordulós a verseny, akkor is lehet szektorokra osztani a pályát, akkor a szektor egyeket díjazzák, értelemszerűen a szektorodban mondjuk 10 fős a szektor, aki a legtöbb halat fogja, az horgássza az egyest. Akinek a legkevesebb van, az a tízest. Tehát itt gyakorlatilag a hal súlya dönti el, hogy a szektor eredménye a szektorban miként alakul. Na most, ha ez egy többnapos verseny, akkor értelemszerűen nem egy szektorban, hanem több szektorban is fog szerepelni. A magyar bajnokság jelen pillanatban úgy zajlik, hogy négy egymást követő nap, négy különböző szektorban. Tehát minden nap fogsz horgászni valamelyik szektorba. Sorsolás alapján dől el, hogy melyik nap horgászol melyik szektorban, és az pedig már valóban csak a szerencse kérdése, hogy a szektornak melyik szakaszán horgászol. Értelemszerűen szélső szektorban kívül kell lenni, lehetőség szerint minél közelebb a széléhez. Ha én elmegyek egy versenyre, ami mondjuk 2 napos, akkor én nekem az az egyetlen kívánságom van, hogy ne üljek szélső szektorba. Ugyanis a szélső szektorban a szélsők mindig eredményesek lesznek, vagy legalábbis nagyon-nagyon ügyesek. Értem, azért van, mert sokkal több halból, sokkal több kapásból rendelkeznek, sokkal több kapásból dolgoznak. Tehát, hogyha én belső szektorban vagyok, nem szélső szektorban, akkor az eredményem az valóban mérhető. Ott valóban mindenki egyenlő feltételekkel küzd. Feltételezhetően, hogy a versenypálya valóban versenypályának alkalmas. Mert vannak olyan szituációk, hogy egy versenypálya akkor alkalmas, hogyha legalább 1 méter 50 centi mély vízzel rendelkezik, és egyenletes azon a partszakaszon, ahol a versenyzők horgásznak. Tehát, ha az ember horgászik egy szektor 1-est, meg egy szektor 2-est, szombaton és vasárnap, az 3 pont, így alakul ki a végeredménye, ami lehet első is, és lehet ötödik is, mint ahogy például most Szegeden volt a Matyi Révezős pályán, hogy 3 ponttal még csak 10. lehettél. Egy-két fordulós versenyen hozzá kell tenni, hogy ugye 160 fős mezőnyben 16 szektorral. Szektorok. Nem tudom, hogy így van, szektorokra van osztva. 10 fős szektorokra volt osztva a pálya. Például most Szegeden 160 fő, 16 szektor. Jó hangzik, a szektorok, azt gondolom, van még a szektorral valami kapcsolatban, de akkor jöjjön a csali, mert azért ez is meghatározott mennyiségű. Igen, vannak csali limitek, Öt vannak doboz csali van. limitek. Általában 5 doboz van, így van, de ez nem feltétlenül így van. A lényeg az, hogy 2,5 liter mennyiségű lehet az élő csali, ami a jelenlegi magyar szabály szerint úszósban 1,5 liter szúnyoglárvából és 1,5 liter gilisztából állhat, a többi az szabadon választott. Illetőleg szúnyoglárvának sem kötelező lenni, meg gilisztának sem kötelező lenni, de ennyi lehet a maximum belőlük. Vannak speciális versenyek, speciális helyszínek, speciális időszakok, ahol amikor azt mondják, hogy jó, rendben van, most a szúnyoglárvát nem lehet használni, ugyanúgy mondjuk 2 liter lesz a limit, és akkor lehet használni 1 kiló girisztát, meg 1 kiló egyéb élőanyagot, ami nem szúnyoglárva. Tehát ezt mindig a verseny szervezője határozza meg, hogy mi a limit. A FIPS, illetőleg a magyar szabályzat, az 2,5 liter jelen pillanatban. Ezek pedig a csalik voltak. Tehát a szektorok, csali mennyiségek, és ezen kívül még vannak ugye most már nem csak úszós, hanem mindenféle versenyek, Féder bajnokság, stb. Erről is egy pár szót ejts, hogy hogyan tagolódott ez az idők során, az elmúlt mondjuk 10 évben körülbelül. Hát az elmúlt 10 évben lett erős a mezőny. Én azt gondolom, bár nem tudom biztosra, talán a tizenvalahanyadik Féder bajnokság lehetett, vagy lehet ebbe az évben. Én úgy feltételezem, úgy gondolom, hogy az első 2-3 év az gyakorlatilag ilyen fenekezős horgászat volt. Nem volt benne nagyon nagy tudatosság. És aztán a Féder horgászat szépen lassan forrta ki magát. Az elmúlt 4-5 év az nagyon-nagyon-nagyon gyorsan fejlődött. Nagyon gyorsan nőtt föl.
amikor Erdélyi Attila után becsatlakoztak, ugye Walter Tamás, egy Csivák Matyi, és mindazok az emberek, akik ma ennek a szakágnak meghatározó elemei. Igaziból egyébként Walter Tamás is azért kezdett el horgászni, mert hiányoztak az orsósbotos horgászatok. Egyre kevesebb volt a meccsbotos verseny, és szerettünk korsósbotta horgászni, csak a rakósbot, a spicbot az inkább a rakósbot elvitte abba az irányba a versenyzést, és nem volt orsós horgászat. Elnézést. Igen, egy kortyot, addig iszok én is. Felteszek egy kérdést, de ne menjünk el túlságosan ebbe az irányba. Engedek a hölgy kommentjének. Kardos Anikó, sziasztok! Feri, pergetni is szoktál? Anikó ravaszlány, mert tudja, hogy szoktam. Nekem a pergetés a szerelem. A pergetés a szerelem. Nekem az a hobbim, egy ilyen 7, talán 10 éve pergettek. Ez úgy kezdődött, hogy ott a boltnak a sarkába én eldöntöttem, hogy minden nap ki kell vinni a kutyát sétálni. Nekem 87 lépés ide a Molnár-szigeti kiság. És ha kiviszem a kutyát sétálni, akkor ott ácsorgok, ő szaladgál, jön, megy, jól érzi magát, én szabadjára szeretem engedni, hadd élvezze egy kicsit a természetet, és én meg így nézem a vizet. És ugye egy ideig vittem ki magammal spicbotot, de hát akkor kell etetőanyag, csali, mi egyebek, és akkor hát miért ne pergessek, majd én fogok sügeret. Ez volt az első elképzelés. A boltba fölvettem 10 000 forintért egy felszerelés, hogy ez pont jó lesz nekem, botostól, orsostól, mindenestől. Hát ez nem volt 24 órát az én birtokomban, mert azonnal rájöttem, hogy hát nem lesz ez ennyire egyszerű, és most már teljesen egyértelmű. Először beleszaladtam abba, hogy miként a versenyzésnél is kell nagyon sokféle bot, és ugyanabból a 7-21-es botból volt 11 darabom, ami nem ugyanaz a fajta volt, csak hát ez ennek kicsit keményebb a spice, annak lágyabb, ezzel majd jászkeszegezek, akkor azzal majd süllőzök, ezzel még lehet sügerezni, de már domolykózni is, és mindenfélét szerettem volna, és rájöttem arra, hogy ez a rengeteg-rengeteg sok bot, ez teljesen felesleges, és akkor visszaredukáltam, újra értelmeztem ezt a dolgot, és kialakult egy kép, hogy én mivel és mennyit szeretnék horgászni, és egyszer csak azt vettem észre, hogy főleg téli időszakban már csak a pergetés érdekelt. És akkor még Katus Gyula szegényként élt, és kérdeztem tőle, hogy te Gyula, ez hogy lesz? Ez most akkor én pergetőhorgásszal fogok avanzsálódni, és innentől kezdve már csak a pergetés fog érdekelni. És akkor mondta, hogy nem, pergetgessél csak nyugodtan, én is csinálom, én is csináltam. De aki egyszer versenyzésben kezdett, úszós horgász versenyzésben kezdett, az úgyis visszatér hozzá. És teljes egészében igaza volt, talán majd itt a kommentelők között megjelenik egy-két fiú, akik évekre eltűntek a versenyzésből, és mégis vissza-vissza húzza a szívük vissza. Tehát megkóstoltad az ízét, és mindig vissza fogsz térni hozzá. Valamilyen másik szinten vagy más technikában, de a versenyzés az mindig nagyon nagy láz lesz. Például tudom mondani Hibszki Robit, aki ugye Csepeli ifi volt, ifiként abba az egyesületbe horgászott, nálunk versenyzett, egészen ugye világbajnokságig jutott, úgyhogy neki van csapatvilágbajnoki aranyérme, talán 2 is, és utána ő azt mondta, hogy már nem tud tovább anyagilag, meg mindenféleképpen megterelni ennek a versenyzésnek. Én úgy emlékszem, talán 2-3 évre tűnt el, és egyszer csak üstökösként robbant be a pergető életbe, és ott is világbajnokságig jutott. Úgyhogy a versenyzést nem hagyod abba, csak időszakosan. És igen, a pergetés nagyon nagy szerelem. Éveket vártam egy nagy halra, amit Alga Jerzolinak köszönhetően idén megfogt. Tavaly? Tavaly megfogtam, A süllőről van bocsánat. szó, azt hiszem, egy A süllőről van sül. szó. A süllő. Igen, mondtam, hogy Igen. ez könnyen jött, könnyen ment, mert nem volt benne egyébként szerintem csak ilyen 6-7 millió dobás. Ez így szokott lenni, így van. De megjött az eredmény. Jó, Nagy. visszahúzlak az úszós horgászatba, hiszen rengeteg úszót készítettem ma ki. Ezt már megbeszéltük. Vannak közte
általam készített handmade-ek egy sor, van mások által készített handmade egy sor, és vannak a gyári úszók, úgy próbáltam összeválogatni, hogy mindenféle legyen benne mindegyikből. Látom, te is készültél, ennek nagyon örülök. Készülünk, én is készültem. Bízom benne, így hogy... Aha. Párat, ilyen mindenfélék, de feltételezem, hogy majd beszélünk arról is, erről is. Igen. Ha esetleg valakinek valami megtetszik, nyugodtan tegyétek fel a kérdéssel a kapcsolatban. Értelek, hogy melyiket, ahogy beszéltük, hogy melyiket, milyen jellegű vize, mire is használnánk. Úgyhogy ha valakinek valami megtetszik, szóljatok is. Így van, mindjárt kifizetünk egyet-egyet belőle, de a mai estére az úszós horgászatot és a bodorkát, ezt a kettőt tűztük ki. Azon belül is jó lenne azért, hogyha egy kicsit a folyóvízi horgászás, folyóvízi úszózás, bodorkahorgászást irányába mennénk el mindenféle téren, hiszen ez egy nagyon érdekes dolgokat fogsz tudni nekünk mondani. Én is megnéztem egy videót, ott éppen egyébként tavon horgászol, és nagyon eredményesen, de mivel a Duna ott van 87 lépésre, ezt megjegyeztem, ezért biztos, hogy nagyon érdekes információkat tud szolgálni. A bodorkát pedig azért választottuk, hiszen 2022-nek a bodorka, az 2022-ben a bodorka lett az évhala. Volt egy szavazás a Magyar Haltani Társaság honlapján, és ott megválasztották a bodorkát. Úgy tudom, hogy a bodorka egyébként magasan nyert, 55% szavazott a bodorkára. Azt hiszem a Sejmes Durbincs és a Bagolykeszeg volt a második, Sejmes Durbincs volt a harmadik, de a bodorka nyert, nem is orhosszal. Beszéljünk egy kicsit először magáról a bodorkáról, pár szóban, hiszen úgy gondoljuk, hogy hát ezt mindenki ismeri, bodorka. Na, az a lényeg, hogy ne keverd össze a vörös szárnyú keszeggel, vagy piros szárnyú keszeggel, ki hogy hívja, de hát gyerekkorunk halai, hala, kedvenc hala, azért egy pár szót mindenképpen beszéljünk róla. Az első és legfontosabb kérdés az nem, hogy ne keverjük össze a vörös szárnyúval, persze ez is, de leginkább az, hogy a leánykoncélra ne keverjük össze. A leánykoncélra. A dunai horgászok, illetőleg a Dunán nagyon-nagyon sok leánykoncér veszíti életét, mert nagy bodorkának nézik a horgászok. Teljesen más a szájállása, illetőleg a pikkelyezettsége is a két halnak. A bodorka közel nem nő akkorára, mint a leánykoncér. Illetőleg, mint a vörös szárnyú sem, a vörös szárnyú lassabban nő. Ez nem jó, mind a kettő megnő nagyra. Tehát ilyen kilóforma már mind a kettőből volt a kezemben. A bodorka egy lassan növő halfaj, ő az első hal, amelyik a horogra kerül tavasszal. Mindig ő aki az első színeket hozza a horgászatba, illetőleg gyakorlatilag a természetbe is. Ugye a csukaívásával egy időben ívik nagyjából. És egy gyönyörű szép hal, nekem nagyon nagy kedvencem. Bár ez egy nem jó megfogalmazás, mert nekem sok kedvenc halam van. Hát amikor, de a bodor képen közé is sorolandó. Amikor 10-12 fokos lesz a víz áprilisban, akkor a bodorka elkezd ívni. Egyébként 3-4 éves korában éri el az ivarérettséget, 10-17 centis, de ahogy szokták ugye mondani, egészen nagyra megnő. Tudod, hogy mekkora az országos rekord? Egyébként kipuskáztam, mert megnéztem, mert elképesztő. Én úgy gondolom, hogy ilyen 2 kiló formára van datálva, és azt hiszem, hogy jászkeszeg volt a szerencsés hal. Mit tudsz te? Azt írták, hogy 2000-ben 1,9 kilogrammos került horogra, ez az országos rekord azóta is. Egy 1,9-es. Elképzelhető, simán elképzelhető. Mondom, kiló fölötti, kiló környéki, kiló fölötti több is volt már a kezemben. Pikkelyezettségét mondtad, hogy különbözik a leánykoncértól, a bodorkán 40-46, ha valaki szeretné megszámogatni a pikkelyeket, 40-46 pikkely van az oldalvonalán, azt írják róla, és akkor... Meg is mutatom, hogy hol. Még csak mennyi készültem ide. Ugye ezt az oldalvonali pikkely számot mondott te most. Itt.
Ez 40-46 darab. És amíg mutatod egy kicsit a képet, mert nagyban látjuk, ne tedd el, hogy az úszóval, hogyha megmutatod a fő lényegi különbséget, a leánykoncér nincs kéznél, de a vörös szárnyúval, hogy a hátúszója és a hasúszója teljesen egy vonalban kezdődik. Tehát nem, a hátúszója és a hasúszó, bocsánat, a másik, nem, előrébb. De Így hogy van, hasi úszó. így van, azok egy vonalban vannak. Bocs, hogy... A hasi úszó, a hátsó sutár, és ez is egy vonalban van. Ezen Hát ez... kívül nagyon fontos, hogy neki kockás, nem pedig íves. Szép, szép íve, nem íve van, hanem teljesen egyenes. Szögletes. Szögletes, ezt a Fogalmazunk. szót keresünk. Nagyon szeretnek bujkálni hínármezőkben, ezért érdekes, hogy a folyóvízi bodorkázást, hogyha említjük, akkor ott is nem a gyors folyású szakaszokon, hiszen ott nincsenek, hanem a limányos, langós részeken lehet rájuk, ha jól horgászni. De azt szeretném, hogy átvedd a szót, és egy kicsit beszéljünk például arról, hogy korán tavasszal, amikor kezedbe veszed a botot, milyen botot veszel a kezedbe, az hogy szereled fel, milyen úszót teszel rá, milyen zsinort, így tételesen arra kérlek, hogy egy kicsit jussunk el egészen majd a legvégéig a vonalnak, a horogig, és hogy arra majd mit teszünk. Rendben. Elsődleges kérdés, hogy hova megyünk. Mondtad, hogy 87 lépés a Duna. Ez valóban a Duna, de ez a Molnár-szigeti kisága Ráckevei Dunán. Tehát ez valóban Duna víz, de ez nem a Duna. Nagyon-nagyon sokan szokták mondani, hú, hát a Dunán ilyen pontot fogtam, olyan pontot fogtam. Én a Dunán mindig sodrásban horgászom. Immáron biztosan tudom mondani, hogy 40 évnél többet horgáztam a Dunán. És sodrásban én még nem fogtam pontyot. Hallottam, hogy így fognak, úgy fognak, de kint a sodrásban úsztatós technikával én még nem fogtam pontyot a Nagy Dunán. Értelemszerűen itthon, a tavaszi első horgászatok egyikében természetesen bodorkára horgászom. Itt kimegyek, itt gyakorlatilag egy nagyon-nagyon lassan folyó, vagy alig, vagy éppen álló vízről beszélgetünk. Itt bodorka, illetőleg sneci az első hal. Ha itthon horgásznék, és most kimennék, akkor valószínűleg egy spitzbotot vennék a kezemben. Ha távolabb keresném a parttól, akkor egy könnyű meccsbotot, de még továbbra is valószínűleg két pontos rögzítés úszóval, valami hasonlóval, mint ami a kezemben van. Ezt bolonyaira tudnám elképzelni, vagy pedig egy meccsbotra. Azért van már ugye ez az 5 grammos súlya, hogy el tudjam dobni szélben is. De általában bodorkára horgászni, mindig a lehető legkisebb méretű úszóval horgászunk, a legkisebb súlyozással és a legkisebb horoggal. Ez abban az esetben kezd el változni, amikor kiderül, hogy a bodorkák azok nem maximum 17 centi hosszúak, hanem ott kezdődnek, akkor már értelemszerűen a korog nő, a felszerelés finomsága továbbra is a lehető legkisebb úszó fog maradni. A nő azt úgy Legvékonyabb, érted, hogy mondjuk 20-astól indulunk visszafelé. Tehát, hogyha nagyon kicsi bodorkázunk, akkor egy ilyen 18-as, 20-as horogra gondolsz méretben? 20-as horogra gondolok méretben, és ezt a következő a szituáció. Ahhoz, hogy sok darab halat fogjál, sok kapásodnak kell lennie. El kell tudnod hitetni a hallal, hogy az a táplálék, amit fölkínálsz neki, az az ő számára egy táplálék, ami ott a vízben sodródik, úszik, él, lakik, van. Belekerült valahogy. Ha ez a hal ez elhiszi azt, hogy az a táplálék az ott van, nem te raktad oda, nem a horokban rejtőzik benne, hanem az ott úgy van, azt ő megeheti, akkor azt ő meg fogja enni. Ha ez egy pinki, ami a bodorkák nagy részének egyik kedvenc tápláléka, értelemszerűen ugye nem pinkit enne ő, hanem valami apró férget, de nem pinkinek hívjuk azt az aprócska légy lárvát, amit bejuttatunk, illetőleg amit a horogra tűzünk, az ő szájához van méretezve.
Tehát ha a szájának megfelelő méretű csalit adsz, akkor arra sok kapásod lesz. Úgy, hogy vékony előkén, a vékony előkészítés, hogy nem ritkán ötös előkével horgászunk. Nem spicbottal, ott már rakósbottal, de spicbottal is horgászom 7-es, 8-as előkével már. 7-es előke, 8-as előke, 20-as horog, Főzsinór. egészen jelzőolmok, főzsinór, maximum 10-es ilyenkor. És akkor erre a tenyeres, két tenyeres, maximum nagy ritkán beugró fél kilós, egy fél kilós bodorka az már megsüvegelendő. Az igazán ritka. Na most abban az esetben, hogyha ebből a halból sok van, a fél kilósból is, akkor lehet megpróbálni kezdeni a szelektációt. Szelektálni horog mérettel, csari mérettel szelektálunk, és csak sokadjára úszó mérettel. Ugyanis a bodorka az egy nagyon óvatos hal. A tömeg az, ami miatt sokat fogunk belőle. Tehát van egy olyan általános elfogadott tendencia, hogy az előttünk megforduló halmennyiségből legjobb esetben is minden harmadikat fogjuk meg. Tehát abban az esetben, hogyha előtted megfordult 30 hal, akkor jó esetben fogtál 10-et. De ez nem mindig így van. Ha nagy a horgod, tehát már nem 20-as, hanem 18-as vagy 16-os. És ugyanúgy a pinkit rakod föl rá, csak már nem rejted el benne a horgot, vagy nem úgy tűzöd meg, vagy ez a horog például fénylik. A horog színének nagyon-nagyon nagy jelentősége lehet, hogy fekete, piros, aranyszínű, vagy ezüstszínű az a horog. Tavaszi viszonylatban a piros, fekete sokkal jobban működik, mint a nikkel horgok. Én nem Radizsot, szeretem bocsánat, horgok. Radizsot kérdezi, mi határozza meg az úszó méretét? A vízmélység, a áramlás, a szél, mert valahogy oda kell tudni juttatni azt az úszót, ahol horgászunk. De mindig a lehető legkisebbnek kell lennie. Körülményekhez képest. A lehetőségekhez képest. Tehát egy 3 méteres vízben értelemszerűen valószínűsítetően a legkisebb úszó az egy ilyen 1 gram körüli lesz, mert elmondjuk az életünket, mire leér, illetőleg mire pozícionáljuk, a horog megfelelő helyre kerül. Ez mind idő, energia, és még akkor sem biztos, hogy lesz kapás. Tehát ott valószínűleg egy 3-3,5 méteres vízbe az 1 gram lesz a legkisebb. De ugyanez az 1 gram egy méteres vízben már hatalmas zajjal jár, hatalmas test, amit meg kell mozgatni. Súlyozás. Igen. Visszatérni egy gyorsan a horogra. Én nem szeretem a színezett horgokat, mert nagyon hamar elkopik a hegyük, illetőleg a színezésük, de tavasszal a piros horognak igenis lehet jelentősége, vagy a feketének. Lényeg az, hogy nem a nikkel, nem az aranyszínű, mert teljesen a természettől idegen az a csillogás. Illetőleg, ha a csillogást látnak, akkor az ő számukra nem jelent jót, hiszen csak a pikkelyek úszkálhatnak, ami ragadozó halat Aha. feltételez. Érdekes közelítés. Csalinak mit használnál? Már mondtad, hogy pinkit, de hát... Ha választani lehet, értelemszerűen szúnyoglárvát választok minden esetben. A békés halak gyomortartalmának abba a vízbe, ahol van szúnyoglárva, az akár a 80%-a is szúnyoglárva. Minden békés halnak, úgy a keszekféléknek, mint a ponytnak. Tehát ahol van szúnyoglárva, nagy mennyiségű a vízbe, az a gyomortartalmának akár 80%-át is kiteheti. Ebből ugye arra következhetünk rögtön, hogy a szúnyoglárvát eszi a hal szívesen. Hogyha azt kínálom föl, akkor az egy természetes közegében megjelenő táplálék, azt szívesen fogja megenni. Ha nincsen szúnyoglárva, akkor valamiféle piros pinkit, ugye most új keletűen ma a rubis, ugye ez a bíbor színű pinki, vagy piros pinkit, ugye ezek mind festett élőlények, de pirossal horgásznék, és csak ezután következnének a világosabb színek. Vagy a giriszta. Egészen vékony giriszta jó lehet.
Üdv Feri, milyen alakú úszót használsz bodorka horgászatára? Válaszodat előre is köszönöm. Spitzboton, de még rakósboton is nagyon-nagyon sok esetben nagyon szívesen horgászom ceruza úszóval, mert teljesen tökéletesen lehet a vízben irányítani, jól lehet a vízben érzékelni, hogy mi történik, ahogyan áll, lehet látni, hogy a csali hol jár, mit csinál. Illetőleg az antennájuk minden esetben annyira vékony és érzékeny, hogy jól mutatja a kapást. Ugye egy jól lesúlyozott úszó, én szoktam nézegetni horgászokat, akiknek úgy van kisúlyozva az úszójuk, hogy én látom még az úszó testet is. Én szoktam ilyet. Nagy az a csalival. És hogy milyen közegben. Ha ez egy erősen sodró víz, Igen. vagy olyan víz, ahol nagyok az áramlatok, ott vagy nincs kisúlyozva az úszó, vagy lent van a fenéken az ólom. Lent Hát van ez a két a fenéken halál. a csali, és akkor folyamatosan ki kell lendíteni a csalit folyamatosan az úszó testnek. Ha én horgászom, és ugye itt a bodorkára főleg, ott az ereszték beállítás egy kardinális kérdés. Tehát mélységmérővel ki kell keresni, hogy úgy van, mélységmérő ólom, meg kell keresni, hogy mégis előttünk milyen a plac, van-e gödör, hol találok egy egyenes szakaszt, ugye a gödörbe fogja belesodorni a természetes táplálékot is, az áramlat értelemszerűen a gödör környékén, vagy a gödörben érdemes horgászni, keresni halakat, ez ennek a gödör kiterjedésétől függ, illetőleg erre, meghorgászható-e például, nincs-e túl közel, nincs túl távol, ez mind kérdés. Egy biztos, hogy ha bodorkára horgászom, akkor nem lefektetett előkével horgászom. Tehát az aljzatot éppen hogy eléri a horog, vagy inkább fölötte van 1-2 centit, nem többet. Tehát ha nagyon nagy mennyiségű bodorka van, természetesen mindenhol megeszi. De ahol kiszámítottan eszik, ott meg kell próbálni eltalálni a szájának a magasságát. Tehát képzeld el azt a halacskát, amelyik ekkora, és ez az aljzatnál, az aljzaton, aljzat fölött úszik el. Tudjuk azt, hogy a hal hasa nem fog leérni az aljzatra, hanem fölötte fog valaki elúszni, és annak a halnak a szájának a magasságát kell eltalálni. És akkor nagy valószínűséggel sokkal több kapást fogunk érzékelni, de az úszó antenna az úgy van lesúlyozva, én nem tudom, hogy nálatok mennyire látszik, hogy maximum 2-3 mm van ki belőle. Tehát teljesen antennára súlyozó. Én láttam videókat, ahol a vízben vette a kamera, illetőleg ugyanazt a szereléknek a másik végén az úszó antennáját mutatta a kamera, és a pinkit azt a szájába vette a bodorka 5-8 alkalommal, mire az antennán bármit lehetett volna látni. Tehát az ő szájában egy nagyon-nagyon-nagyon finom érzékelő van, és ő tudja azt, hogy mit tehet meg mit nem. Abban az esetben, hogyha a veszélyhelyzetet érez, kiköpi. Vagy az is lehet, hogy csak kóstolgatja azt a táplálékot. Vagy a szájába veszi, és ugye el akarja vinni a többiek, táplálékféltés van. El akarja vinni, el akarja dugni a többiek elől. És ha nagy mennyiségű hal van, akkor ez nem nehéz, hiszen meg fogja gyorsan, le akar vele szabadni. Abban az esetben van probléma, ha csak 5-6 darab halra horgászunk. Akkor nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogy mennyire van lesúlyozva az úszó, milyen vastag az az előke, hanyas az a horog. Illetve nem csak ekkor, mert ha mi ketten elmegyünk horgászni, ha mind a ketten ugyanazt tudjuk, ugyanolyan felszereléssel horgászunk, az egyikünk akkor is több halat fog fogni. És ez ezeken múlik, hogy kisebb horgod volt, vékonyabb előkéd, nagyobb szerencsét, hogy előtted több darab hal volt, gödör volt előtted, nem volt gödör előtted, sok minden nem múlik. Súlyozásról beszélj, mert ez nagyon fontos a folyóvízi horgászatban, a súlyozás az mindig kardinális, az összehúzott és a szétosztott olmozástnak a különbségét. Kérlek, hogy mondd el, hogy min áll ez a
folyóvizen. Közben én keresek, délután kaptam egy nagyon érdekes, kaptam kérdést, hogy ezt mindenképpen tegyem majd fel, meg fogom mindjárt nézni, de arra kérlek, hogy az bodorkánál, ha jól gondolom, akkor az osztott ómozást kell alkalmazni, hogy sokkal lassabban süllyedjen, és ezáltal csábítóbb legyen, ha jól gondolom, de javíts ki, ha tévednék. A természetes behullás volna a célunk, hogy ezt érjük el. Minél kisebb jelzőolmokkal horgászni, értelemszerűen, hogy az úszó antennáját már csak a jelzőolom húzza be, vagy a csali súlya húzza be. Ez nagyon-nagyon fontos. Természetesen osztott súlyozás, akár 50-70 centi hosszúságra is el lehet osztani 10-12 darab ólomból. A folyóvízzel, amire pedig az előbb kérdeztél, hát tudom ám, hogy itt a turpisság a folyóvízi stikuszós horgászatra próbálna majd a végén kiukat. Nem kicsit, így van, így van. Szerelmed, mint ahogy egyébként az enyém is, hogyha egy horgászatot lehetne mondani, akkor én nekem az volna a szerelem, hogy a vízben álló stikuszózás. Ott én a folyóvízen is osztottolmozással horgászom stikuszóval, de ez attól függ, hogy mi a célom. Ha egy sodortatott csalival szeretnék horgászni, akkor minden esetben osztott az olmozást. Abban az esetben, hogyha pedig egy megállítom, elengedem, ugye, ha az olmozás egyben van húzva, egy két méteres vízmélységet feltételezve, akkor ott az áramlattal együtt tudom engedni az úszó visszatartásával ezt az olmot, vagy meg tudom állítani, és akkor az előke hossza, ami ugye 30 centitől 50-70 centig is bármekkora lehet, amikor megállítottam ezt a főolmot, az egyben olmozott főolmot, ez 2 g-tól akár 30 g is lehet, a lényeg az, hogy sodródik együtt az úszóval, az úszót megállítom, megáll értelemszerűen ferdén az ólom megáll, és akkor a csali szépen elkezd felemelkedni víz közé. Elkezdve emelkedni vízkezés, és amikor ráengedsz, akkor hullik vissza, és általában ilyenkor van a kapás. Tehát felkelti a hal érdeklődését ezzel a mozdulattal, amikor felemelkedik, és visszasüllyed. Felkeltheti a fölfelé libbenő is, hiszen egy másik hal beleúszott, és föllökte ezt a táplálékfalatot, de dominánsan egyébként a visszahulló az, ami az éppen behulló táplálék szemcsét, falatot, bármit imitál, ekkor szokott lenni kapás, vagy amikor megtartod és elkezdik emelkedni fölfelé. Tehát ennek mindegyik, a megállítom, elengedem úsztatásban minden egyes stádiuma az eredményes lehet. Predator TV olyan, mint a pergetésnél, írja a kedvenc kommentelő, de gyakorlatilag ugyanaz játszódik le, amikor megállítod és fellibbented, mint pergetésnél. Tehát az összehúzott és az osztott olmozás. Ugye most bodorkáról beszélünk, tehát nyilván gyors vízi horgászat az nem igazán, nem nincsen gyors vízen bodorkák, hanem lassabb vízen vannak, vagy hináros ugye, részeken. Térjünk ide vissza. Mivel etetnél rá? Igen. Értelemszerűen nagy kérdés az, hogy milyen mennyiségű bodorka van a vízben, mindenképpen etetnék. Én általában finom szemcsés, apró szemcsés etetőanyaggal etetnék, egy alapvetően édes tónusú vanília irányba eltolt, vanília illat irányba eltolt etetőanyag. Ennek a töménysége nagy kérdés. Nagyon sokan, amik megszagolnak egy etetőanyagot, és az, hogy hú, de jó illata van, ez egy ilyen nagyon erős aromás etetőanyag. Az töményebb vanília, de bodorkánál ez a vaníliás vonal, illetőleg ez a kokobezsnek hívják, meg kopramelaszos vonal, az erős. Ezt mindig szereti a bodorka. Sötét színű etetőanyaggal horgásznék mindenféleképpen, mert az ajzattal harmonizáljon. Ez eléggé fontos. Ez nagyon fontos dolog. Mondd el, légy szíves, hogy miért fontos, hogy az etetőanyag színe és az ajzat megegyezzen, hiszen ez egy roppant érdekes összefüggés. Ha az ajzattal megegyezik az etetőanyagnak a színe, vagy hasonló
nem túlságosan kirívó, akkor az apró testű halak bátrabban táplálkoznak rajta. Ugyanis nekik ösztönszerű beidegződés az, hogy nem szabad látszanom. Ha ez az etetőanyag világos, és az apró hal fölé megy, akkor azonnal sziluettje lesz. És egyértelműen látszik a ragadozó halak számára is. Tehát nem érzi magát biztonságban. Így van, így van. Ezért van az, hogy gyakorlatilag minden időben apró halra érdemes használni sötét etetőanyagot. Illetőleg amikor világos etetőanyagot használunk nyári viszonylatban, alapvetően már egy szelektáló horgászatot végzünk. Ugye itt a versenyzés nem mindegy, hogy mekkora lesz az átlag súlyunk, itt 3-5 dekákon múlik. Tehát most is Szegeden például nem volt mindegy, hogy 3 dekás kárászt fogsz, vagy 8 dekás kárászt fogsz. Nem jól mondtam, 5 dekás vagy 8 dekás. Tehát ez a 3 gram különbség volt a lényeg. Nagyon érdekes mindig. Már számottevő. Hát főleg, hogyha 1000 darabot fogsz, mint az egyik ember, akiről hallottunk már életünk során. Az úszókról, amikor beszéltél, de mindjárt nem, maradjunk az etetőanyagnál, igazad van, mert közben megláttam itt félszemmel az úszókat. A bodorka nagyon szereti a pörkölt kender magukat. Így van, de és általában. Én tőled hallottam azt a mondatot, hogy a bodorka a szemével eszik egyébként. Ezt erről beszélj egy kicsit, a szemével eszik, mit is értesz ez alatt? Sötétben még senki nem fogott bodorkát. A bodorkának látnia kell azt, hogy ő mit eszik meg. Ahogy besötétedik, figyeljétek meg, ahogy besötétedik, a bodorka az eltűnik, hiába volt előtte nagy mennyiségben is. Nem tűnik az el, csak egész egyszerűen nem találja meg a táplálékot, nem úgy lát, nem táplálkozik már sötétben. Ő neki a szemével, illetve a szájával kell megtalálni a csalit, és elvétve előfordul természetesen, de nem jellemző, sőt, határozottan lehet azt mondani, hogy nem. Neki fény kell ahhoz, hogy táplálkozzon, és minden esetben úgy kell felkínálni a csalit, hogy a bodorka ezt lássa. Valószínűleg egyébként ezért van az, hogy a piros színű csalival orgászunk rá eredményesen. Most akartam beolvasni, Tábori Attila piros szín, kérdőjel írja, ugye? Akkor meg is válaszoltuk. Akkor meg is válaszoltad, így láthatom, hogy a piros szín az működik. Tehát... Igen, domináns egyébként a piros szín. Azokon a vizeken lehet erősebb a fehér csali, ugye itt csontival horgászunk, csontiról beszélünk, abban az esetben lehet erősebb, hogyha nagyon zavaros a víz. Ez a zavaros a víz, az vagy sok szeret feltételez, vagy áradó vizet, vagy pedig nagyon sok halat. Én azt is olvastam, hogy ha tiszta a víz, akkor elég ezekkel a pörkölt, őrölt magokkal letetni, ha viszont a víz zavaros, akkor gombócolás az eredményesebb bodorka horgászatánál. Erről mit gondolsz? Tökéletes, egyetértek, akárki is mondta ezt. A magvak azok az ő számukra természetesen, tehát a vízbe hozza be a szél, ezeket a magvakat ők nagyon-nagyon-nagyon szeretik, és sokat is fogyasztanak. Sok repcét, csopkendert használok egyébként én magam is, amikor horgászom ezekre a halakra. A sok az azt jelenti, hogy egy liternyi reptekender keverékkel ülök le egy 3 órás horgászatra. Attila egyébként kérdezi, hogy ráetetés mennyire riasztó a bodrinak? Etetési stratégia esetleg van-e erre? Hal mennyiség függő. Az előző horgászatok, illetőleg a cimboráknak az információja alapján el lehet dönteni, hogy most itt 150 darabra horgászunk 3 óra alatt, vagy pedig 15-re, 20-ra. Ha 150 darabra, akkor értelemszerűen lesz egy valamekkora méretű alapunk, általában nem nagy.
általában nem nagy, a lehető legcsöndesebben bejuttatva. Azért nem nagy, mert ha mégiscsak kevés hal lenne valamilyen okból kifolyólag, akkor ne lakassuk túl, ne lakassuk jól azokat a halakat, akik ott vannak, illetőleg érkeznek, hanem legyen még hely a pocakjukba, a holgon fölkínált csalinak, és legyen esélyünk arra, hogy megtalálja a csalit, megtalálja a horgon lévő csalit. Inkább keveset etetek, és utána, ahogy nő a kapás szám, ahogy gyarapszik a hal előttem, úgy adok nekik enni. Ha tudom azt, hogy kevés halra horgászunk, akkor viszont elképzelhető, hogy egy nagyon kevés, minimális élőanyaggal ellátott, inkább föld dominál az etetőanyagba, és egy nagyon homogén etetést végeznék, ami azt jelenti, hogy akár 20-25 gombócot is, ami nagyon hig, tehát mondjuk 6 liter földhöz 1 liter etetőanyag. És akkor ezt egy ilyen nagy, egy négyzetméteres, fél négyzetméteres területre juttatnám be, minimál kevés, mondjuk 1 deci pinkivel, és akkor ennek a közepére, környékére horgásznék. Ha kevés darab hal van. Ezt nagyon gyakran említett, hogy kevés darab hal van, sok darab hal van. Hát most nem tudjuk bedugni a fejünket, megnézni, mennyi idő alatt derül ki, vagy hogyan derített ki, hogy mennyi hal van a pályán. Te, oké, mondtad, a haverokat megkérdezed, nincsenek haverok. Kimész a partra, ott vagy, ott az etetőanyagod, a csalid, a botod, és meg kell állapítanod, hogy mennyi hal van előtted. Ezt, ennek mi a legjobb módja? Zavaros a víz? Zavaros. Ha zavaros a víz, az már alapjában egy vízmozgást feltételez. Az már eleve mutatja azt, hogy itt van vízmozgás, itt élhetnek halak, ezen kívül míg kipakolsz, addig az egyik szemed csak azt nézi, hogy mit csinál a víz, éle, mozog-e, pötyög-e, mennyi hal pötyög a vízen, milyen halra utaló jeleket lát, fürdik, nem fürdik. Nagyon-nagyon sok halra utaló jele van, és ennek a száma, ugye, hogyha egy órás kipakolás, vagy egy fél órás kipakolás alatt semmi nem történt, akkor nem valószínű, hogy nagyon nagy mennyiségű hal lenne előtted. De ez rövid úton kiderül, mert egy kevés alappal elkezdek horgászni, az kevés alap mondjuk 3-4 gombócot jelent, elkezdek horgászni, és ha az első 10 percben van 5 halam, és a következő 10 percben is van 5 halam, akkor itt van hal mennyiség. Akkor már lehet, amikor így a harmadik 10 percben mondjuk csak 4 van, akkor vagy adok neki, vagy kivárok, de általában inkább adok neki, és akkor úgy szoktuk versenyhorgászatban hívni, hogy felépülő horgászatban. Elkezdesz egy bizonyos mennyiségű előtted lévő halra horgászni, és ahogy adod nekik az etetőanyagot, élőanyagot, ahogy gyűlik eléd a hal, egyre több hal lesz. Magyar Szilárdnak volt egy mondása, én szeretek így összegyűjteni ilyen mondásokat, és az ő szájából hallottam egy nagyon fontos mondást, hogy a legjobb etetőanyag az a táplálkozó hal. Tehát ha egy hal érzékeli azt, hogy a másik hal táplálkozik, akkor megy oda, kíváncsi, mert ő is táplálkozni akar. Tehát a természet nem ismer pazarlást. Ha bejut a vízbe valamilyen táplálék, az el fog fogyni. Ha sok táplálék van, akkor még többet akar enni. És hogyha először csak 3 darab hal evett ott, akkor jön egy csapat, érkezik egy csapat valahonnan, látják, hogy itt esznek, akkor mi is eszünk. És minél több hal gyűlik eléd, annál több halat fog vonzani. Ez olyan lehet, egyébként ez most ebben a pillanatban fogalmazódott meg bennem, mint amikor Velencébe kimész a Szent Mártérre, és így eldobsz egy kenyérdarabot. Ott annak az egy szem galambnak, aki ott van. Abban a pillanatban lesz belőle 2-3, és ha 5 galamb van előtted, akkor már bármit csinálsz is, egy hatalmas galambfelhő közepén fogsz állni 5 perc múlva. Azt mondod, hogy a halak is így viselkednek. Ilyesmi lehet egyébként
a horgászvíz, illetve az előtted lévő terület abban az esetben, hogyha nagy mennyiségű hal van benne. Hogyha fordítsuk meg, honnan tudom, hogyha az első 10 percben nem fogtam csak két halat, és a következő 10 percben is csak egy kapásom volt, akkor automatikusan megvonok minden érőanyagot, csak egy minimális etetőanyagot juttatok be, aminek az illata, aromája, pörkölcs magoknak az illata, az arra járó környezetben lévő halakat oda vonza magához, és akkor még abból tudok kiszemezgetni egy-egy kapást. Azt nem merem megkérdezni egy kétszeres bajnoktól, hogy mi van, hogyha horgászol és nem nagyon van hal, nem feltételezed, hogy te rontasz el valamit? Tehát baromi sok hal van előtted, csak éppen nem tudsz belőlük fogni. Tehát azért itt mindig ott szokott megcsúszni az elméletek, amikor valaki rosszul vonja le a következtetést. Tudod, ha a bolhának minden lábát kiszakítják, a bolha megsüketül. Tehát van ez a történet, aminek ez a vége. Hogy hogyan, tehát eleve kimész, akkor tudod, hogy milyen halra horgászol, milyen csalival fogsz horgászni, és feltételezed, hogy a időjárási körülmények is megfelelnek, és tehát te azt feltételezed, hogy mindent jól csinálsz, és így állapítod meg pár percen belül, hogy kevés vagy sok hal van a pályán. Nagyon nyereségorientáltan közelíted a kérdést hal szempontjából, de tudom, hogy ez azért van, egy kicsit az úszókat ide veszem, én el fogom ismételni a te mondatodat, nem vettem sértésnek, ami úgy szólt, hogy ezek az úszók horgászatra vannak kitalálva, azok az úszók pedig, ami a te kezedben van, halfogásra. Ennek ugye ki is fejtetted pár mondatban, hogy az a lényege, hogy a versenyhorgász, vagy te, aki rengeteg halat akarsz fogni, annak az a lényege, hogy megteremtse, ugye így mondtad, a körülményt. Az a horgász pedig, aki a természetben szeretne ücsörögni, az ki fogja várni, hogy megérkezzen a hal. Tehát beszéljünk már egy kicsit úgy róla, a kedvemért, meg a nézők kedvéért, hiszen itt sokkal több nem versenyhorgász van. Én az nem tudom, csak sejtem, mint versenyhorgász, hogy azért ez nagyon fontos, hogy így osszuk ezt ketté. Alapvető kérdés, hogy a versenyzőnek minden egyes mozdulata, minden egyes gondolata, minden horgászat alkalmával arra van kiegyezve, hogy ő halat fogjon. Nincs mókuska, kacsa, jaj, de szép. Nincs kasa, nincs hattyú, nincs ez az, nincs menyétecske. Nincs Van, büfészcsaj. természetesen én is látom, ettől még a prioritás az a halfogásomban. A te általad használt úszók, illetőleg a te általad folytatott horgászatnak a horgászat és a természet közelsége a fontos. Én is horgászom olyan stickúszóval, ami nálad van. Kint a Dunán évi 3-5 alkalom, amikor eljutok pecázni. Nem ugyanis. Ott is nagyon-nagyon szeretek sok halat fogni. Természetesen ott is azért vagyok ott, hogy halat fogjak. De ott tudom, hogy mögöttem az egyik fán ott szarka van, a másik fán az előbb ugrált egy mókus, és tudom, hogy most már mindjárt 6 óra 20 perc van, és fog jönni az őz inni. És megállok, nem mozdulok, és megvárom, ameddig ő iszik. Ez tiszteletre méltó, ez a pecanak az a formája, amit én nyilván, amiben én szerelmes vagyok és szeretek, de egyáltalán nem gondolom, hogy a másik oldal, amit te mondasz, hogy hal. A fókuszban teljes mértékben és 100%-osan a hal. És akkor kerülnek elő ugye ezek az úszók, amik a kezedben vannak. Igen, de ennek is vannak előnyei és hátrányai is. Míg én darabszámot szeretnék fogni, addig te horgászol. És a te horgászatodban a csali méret, az úszó durvasága, illetve ugye a nem kifinomultsága, az, amit ennek. Nevezzük autentikusnak. Jó, ez sokkal finomabban hangzik, mint a nem kifinomultsága. Nézd, akkor ez, Száz évig kerestem finomították ezt az úszót. Hasonlatot egyébként, te vagy az országúti motoros, aki imád a Pannonia motorján menni, és meg tudja szerelni, és van egy másik suhanc, aki szintén motoros, de az pedig egy speed motoron megy, és azt se tudja, hogy milyen kütyű az, amelyik benne éppen elromlott, de azonnal cseréljék ki, mert ő szeretne még 7 km per órával többel menni.
Igen. Meg kifurkálják a dobot, tudom, nem a dobot, mit a kipufogót. Kifurkálják, hogy hangosabb legyen, meg hogy mit tudom, mit kapjon levegőt. Értem Tehát azt az érzést, igen, érzékeljük. nem zárjuk ki egymást. Mind a ketten motorosok vagytok, mi is mind a ketten horgászok vagyunk. Csak mások a céljaink. Én mindig egyébként a fiataloktól azt szoktam kérdezni, illetőleg akik így körém kerülnek, hogy rendben, gyere, horgásszál. Mi a célod? Hát én Hát én megmondom, most versenyezni megkaptam már, te akarok. lovas, most derült ki, hogy te nem is szeretsz halat fogni. Ez nem így van. De az tény, hogy ha megfogom a halat, akkor abban a pillanatban fel is függesztem a pecát, és már akkor, mit tudom, többek egy pipát, rágyújtok egy széjjalra, eszek, kiszok valamit, gyönyörködök, azt nagyot szusszanok, elpihenek a fűvön. Ez kétségtelen, ezt be kell ismernem, de hát ettől annyira szép. Ahány víz, annyi Én tapasztalat. elfelejtek vizet inni. Tessék, Én elfelejtesz vizet? elfelejtek. Én Ja, vizet én nem. inni elfelejtek. Tehát képzeld el azt a szituációt, amikor délután kettőkor fáj a fejem, és akkor jövök rá, hogy még nem ittam ma. Annyira. Aha. Egyáltalán nem ittam ma, mert sokkal fontosabb volt, hogy el az úszom. Jel az úszó. Ahány víz, annyi tapasztalat, de ez a Bodris Petra egy külön tudomány, tanulságos műsor. Attilának köszönjük szépen, ha így gondolja, Zolinak pedig üzenem, hogy valóban szeretnék halat fogni, meg jól érezni magamat. És ez minden horgásznak nagyon fontos. És nagyon fontos az, hogy a nagyobb halat lehet, hogy te fogod. Sőt, majdnem biztos, hogy te fogod a nagyobb halat. Igen. Mert én nagy számmal vagyok elfoglalva. A darabszám, igen. Hát alapvetően két dolgot próbálunk egy kicsit összehozni. Én mindig szoktam mondani, amikor versenyhorgász a vendég, hogy azért úgy beszéljünk a versenyhorgászatról, hogy egy kicsit hogy tudjuk ezt átültetni a hétköznapokba. De nagyon jól haladunk, hiszen beszéltünk már zsinórról, hogy 10-es, előkérő, hogy 5-ös, súlyozásról, hogy osztott, horogról, hogy 20-astól szelektálunk lefelé, ha nagy a hal, csaliról, hogy pinki és kicsi, de beszéltünk arról is, hogy kendermagos etetőanyag, meg arról, hogy ne legyen világos, hogy a sziluettje ne látszódjék. Na de egy kicsit beszéljünk a botról is, hogy milyen karakterisztikájú botot választanál, hogyha bodorkázni indulsz. Ilyenkor mindig visszafordítom a kérdést. Miért választhatok, hogyha a lehető legvékonyabb eszközzel szeretnék horgászni? A lehető legvékonyabb zsinórral? A lehető leglágyabbal fogok horgászni értelemszerűen, mert visszafelé is igaznak kell lennie. Egy kemény bottal, hiába nagyon jó a kezem, nem fogom tudni megfogni azt a halat, amelyik a vékony zsinórt, a vékony erőkét igényli. Tehát egy lágy bottal. Mindig lágy bottal horgásznék, így van, ilyetre horgászom is. Mindig lett. Volt egy kérdésed, amit nem tudom, hogy föltettél, de mondtad, hogy a lelkedre kötötték, hogy tedd föl, úgyhogy keressük meg azt a kérdést, nehogy elmaradjon, mert Már aztán szerintem kikap. beszéltünk róla. Akkor Az osztott súlyozásról volt szó. Egy pillanat türelmet kérek, már az előbb valamit elrontottam, és itt már hirtelen más jött be. Engem a folyóvízi osztott súlyozás érdekel, kíváncsi vagyok, mit mond a sekélyvízi egybehúzott, valamint az osztott súlyozás előnyeiről, illetve hátrányairól. Ő így írta meg nekem délután Ádám a kérdést. Tehát ez volt az a kérdés. Olvassam fel jó. megint? Vagy... Nem, csak akkor próbálnék Ádámnak erre válaszolni. Szituáció függő. Én a magam részéről szinte minden esetben osztott súlyozással horgásznék sekélyvizem. Abban az esetben, hogyha a víz nem rohanó víz, tehát nem pisztánk szintáj. Ez veszélyesebb, mert egy rossz bevágás gyakorlatilag a teljes felszerelést tönkreteszi, illetve a teljes szereléket tönkreteszi, összegubancolódik a sok-sok ólomból kirakott szerelék. Az egy pontban ólmozást akkor tudom elképzelni, hogyha akadómentes a pálya, és tudok például görgetni. Ami azt jelenti, hogy az úszó teherbírása, illetve az úszó antennájának a teherbírása, például valamelyik stick úszód, az elbírja azt, hogy az ajzaton tudja görgetni magával azt az ólom darabkát, ami egy pontban van rögzítve a zsinóron. Ez mellett, mögött, vagy mellett, vagy mögött, vagy vele párhuzamban
az erőke sodródik a fenéken. De általában inkább egyébként az szokott történni, hogy az úszó halad elől, letéve az ólom, tud görögni, és maga mögött vonszolja az erőkét, amelyik pattog, ahol csalival a fenéken. Közben megérkezett Ádám, örülök neki, hogy itt van és figyel, azt hittem, hogy nincs itt, írja, hogy köszönöm Feri, feltételezem, ezt neked írta, de az is lehet, hogy nekem mind a ketten magunkra vehetjük, neked. Így van, itt most csak Ferik. Egyébként Ádám nagyon gyanús, hogy gyors vizen, és mivel pért is és pisztrángot is szokott fogni, kiejtetted azt, hogy pisztráng szintáj, ezért már írja is, majdnem pisztráng szintáj, írja is a kommentben. Ha akadómentes a pálya, akkor elképzelhető az egy pontban olmozás, vagy lehet, hogy az lenne az eredményesebb. Kavicsos köves ajzat. Kevésbé gubantolódik. Akkor viszont vagy az van, hogy igazán vastag antenna, majd biztos keresel mindjárt egy olyan antennát, vagy stickúszót, ami megfelel így. Én emlékszem, volt neked nagyon autentikus úszatós úszód. Tehát vagy egy olyan, aminek a súlya, ennek az antennának a súlya elbírja azt, hogy a kövek közül kipattintsa a horgot, illetve a horoggal terhelt csalit a ajzatból. Ha osztott az olmozás, akkor viszont folyamatos visszatartott úszatással kell horgászni, hogy elől menjen a csali, aztán az olmok, és gyakorlatilag egy lánc alakban, egy ívben jut el az úszóig a zsinór. Egy biztos, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a vizeknek 80-90%-ában így van. Az alsó vízáramlat már egy egészen sekély víznél is, egyébként méteres víznél már így van, hogy az alsó vízáramlat az mindig lassabb, mint a felső vízáramlat. Vagy szint mondom, 80%-ban vannak szituációk, ugye gyors patakok, illetőleg erőművek alatti szakaszok, ahol nem így van, ott lehet az alsó áramlat gyorsabb, mint a felső vízáramlat, de az esetek 80%-ában véleményem szerint az alsó vízáramlat az mindig lassabb, mint a felső vízáramlat. Köszönöm, közben itt az úszóknak az antennáját nézegettem. Először megmutatom neked a vékony és a vastagabb antennájú úszót, amiről mondtál. Az egyik ugye egy bambusz, a másik ugye egy nád. Ezt mindjárt megmutatom a nézőknek is, átteszem ide, hogy mi a különbség a kettő között. Mutatok egy közeli képet. Tehát egy ekkora antenna különbség van. Gyakorlatilag. Visszajövünk hozzád. Az bambusz is egy nád. Nem, de az egyik, bocsánat, rosszul mondtam, az egyik toll, ez a toll a vastagabb, ez pedig a bambusz. Neked mutatom, hogy lásd a nézőknek, már megmutattam. Tehát melyiket alkalmaznád lassabb, és melyiket gyorsabb vízben? A piros antennásat azt használnám valószínűleg a lassabb vízen, mert az jobban le tudom súlyozni. Azt jobban tudom irányítani. A sárga antennás úszót azt kevésbé tudom irányítani. Nem tudom, hogy érted-e, vagy érthetően mondom el, amit szeretnék. A sárga antennás úszó az gazdagon kint van, jól látható, ugye abban a tolban ott benne van a levegő, és ott az úszó, az mindenképp egy nagy csalis úszó. Az egy nagy csalis úszó, és az a nagy csalit, azt ő tudja magával hordani. Értem szerint, ami azt a nagy csalit meg fogja enni, meg akarja enni, az egy olyan méretű hal, aminek a szájába ez a nagy csali kényelmesen belefér, és akkor már a felhajtóerő, ez a mennyiségű felhajtóerő, ami mondjuk egy fél gram, vagy egy gram, az ott az ő számára, az már nem számít a folyóvízen, ugye főleg ezen a pisztráng víztájon például, ott nincsen gondolkodás, hogy oda megy és így megnézegesse a csalit. Az a csali az így elrohan, vagy megeszed, vagy nem. Tehát ott nincs válogatásra lehetőség. Ott vehemens a kapás. Ugye jászkeszegezésnél
nagyon-nagyon sok esetben az öregekkel úgy horgáztunk, hogy koppintásra. Giriszta egyszer megtűzve, és amikor bedobtuk, ott egy ólom volt a zsinóron, bedobtuk ezt egyébként a Szabadsághídat, Erzsébet híd alatt, még az ördögárok idején, vagy annak az időszaknak a idején volt nagy divat. Bedobtuk, amikor elérte a megfelelő sávot, illetőleg az úszó beállt, akkor megtartottad a zsinort, és tartottad, gyakorlatilag vitorláztál, az úszót hozta kifelé a part irányába a sodrás, és időnként ráengedtél, akkor ugye a giriszta beljebb hult, de a zsinóron volt végig az ujjad. Végig a zsinóron van az ujjad, és ahogy hozzá tetszett, csak mint ahogy a pergetésnél a sügérnek a koppintását, illetve gyakorlatilag minden ragadozóval koppintását lehet érezni, a girisztát is lehetett érezni, hogy megüti a jász, akkor ráengedtünk, nem is néztünk úszót, nem ráengedtünk, és bevágtunk. Egy bizonyos idő után, tehát itt volt, hogy 5-8-10 másodperc, ez ugye az elrontott kapások száma megmutatta, hogy mennyit kell várni. Mondták is egyébként, hogy a Dunai horgászatról mindenféleképpen beszéljünk egy kicsit, és ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, hiszen ez az ördögárok, ez egy legendás hely. Közben átvettem egy kicsit az úszót, hogy megnézzék az úszókat, amikről beszéltünk. Vissza is jövünk hozzád közben. Ez az ördögárok egy legendás hely, és hallottam már több öreg horgásztó, hogy előszeretettel horgáztak ezen a helyeken. Biztos neked is vannak innen emlékeid egyébként, feltételezem, hiszen ha jól hallom, azért ismered a helyet. Igen, Vannak még a igen. Dunán ilyen legendás helyek, amik közben látom fővárosi úsztatás Szent Elpinnel lehetőségek, és pont ezt kérdeztem meg, hogy a Dunának a fővárosi szakaszán milyen részeket tudnál mondani, ami nem nagy titkokat árulsz el, ahol azért az úsztatás jól működik. Először az ördögárokra referálnék. Az ördögárok valóban egy legendás hely volt, gyakorlatilag Budapest teljes szennyvíze ezen a több méter átmérőjű szennyvíz kifolyón jött ki. Kellett hozzá gyomor, hogy az ember ott horgászon. Sok-sok csodát láttunk ott. Nem részletezném, de amit el tudtok képzelni, és lehúzzák a vécén, az ott minden megjelent. Jaj. És hasonló volt például a Nagykétényi disznóhízlaldának a kifolyója, vagy ilyen legendás hely volt, ugye Százhalombattán a hőerőmű kifolyó, főleg télen. Itt sok-sok fokkal, tehát ott 20 fokos volt a víz, még mindenhol máshol 5. Értem, rengeteg, elképesztő mennyiségű hal volt. Tehát nem az volt a kérdés, hogy fogsz-e halat, hanem az volt a kérdés, hogy mennyit fogsz. És még igaziból az is sem volt kérdés, mert tudtuk, hogy sokat. Csak ugye az volt a kérdés, hogy nagyon-nagyon sokat, vagy csak nagyon sokat. De minden halott volt 15 kilométeres körzetből. Ma már ez megváltozott természetvédelmi szempontokból, és azt tudom mondani, hogy a belvárosnak, a mai, illetve a városnak a mai nap is vannak jó haltartó helyei. Ezek lehetnek ugye mélyvizek, lehetnek sekélyvizek, lehetnek ugye patakbefolyók, lehetnek természetes gátak, ruganyok, egy-egy nagyobb kő, de én azt tudom mondani, hogy ha elkezdesz horgászni a Dunán egy helyet, és ezt 2-3 napon keresztül eteted, akkor ott mindegyik, minden esetben lesz hal. A Dunán nincs pazarlás. Ha a táplálék jut be, azt meg fogja találni a hal, és ott fogja keresni a következő alkalommal is. Ha elkezdesz etetni egy helyet, 3 napon keresztül stabilan eteted, mondjuk reggel meg este, akkor egész biztos, hogy a negyedik napot egy nagyon jót fogsz horgászni. Egyetlen probléma a kérdés, az, hogy a negyedik nap odaférsz el a helyedhez. Mert ugye mindenki más is szemfüles, és ha észreveszik azt, hogy te ott halat fogsz, akkor ő is oda fog menni, és ő is szeretne halat fogni. Tehát figyelik egymást a sporttársak egyértelműen. Ez
Igen, ezt sok néven szoktuk emlegetni, de hát lássuk be, hogy az emberek élelmesek. Tehát ahol ő látja, hogy lehet halat fogni, oda fog menni. Ha én így járnék, hogy látnám, hogy én nem fogtam, ő fogott, persze, hogy oda mennék én is, hogy hát, ha én is fogok. Ez itt nincs ebben az égvilágon semmi titok. A kérdés az, hogy ha ő oda jön és nem fog, akkor az miért van? Etetésről beszéltél, hiszen azért elmondtad most a hízlaldát, meg az ördögárok, meg tehát itt a tápanyag bemosódásról van szó, úgyhogy térjünk egy kicsit az etetésre, meg mondtad, hogy kétszer eteted naponta egy helyet 3 napig. Az etetőanyagokról nagyon sokat szoktunk beszélgetni, rengeteg etetőanyag van, és ebből kiválasztani azt, ami nekünk megfelelő, ez mindig nagyon nehéz. Ugye, ha felosztanánk az etetőanyagokat, azért mindenképpen látszik, hogy valamelyiket a halaknak, mindegyiket a halaknak készítik, de valamelyiket a halaknak, valamelyiket inkább a horgászoknak. Te hogyan osztanád fel az etetőanyagokat, és mekkora jelentőséget tulajdonítasz az etetésnek a hétköznapi horgászatokban? Hatalmas jelentősége van, ez nem kérdés, gyerekek, etetőanyagot vásároljatok, etetőanyagot gyártunk, tehát ez nem kérdés, Bizony. mindenféleképpen etetőanyagot kell vásárolni, és vegyetek minél többet. Igen, vannak etetőanyagok, amik a halaknak készülnek, és vannak etetőanyagok, amik a horgászoknak. Na most nagyon-nagyon sok esetben nehéz a horgászokhoz eljuttatni azt, hogy az etetőanyag lehet, hogy nem olyannyira szép, nem annyira finom illatú, de a halak nagyon szeretik. Ezt hiába kommunikálom, a horgászok nem minden esetben fogják megérteni, illetőleg ha Vagy ők. esetleg elhinni, elég szkeptikusak gyakran a horgászok az etetőanyagokkal, elég sok anyag van a piacon, és azért elég nehéz köztük eligazodni, meg elhinni azt, hogy tényleg valamelyik valóban jó. És minden etetőanyagnak megvan a helye, ideje, jelentősége. És az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő időben a megfelelőt használjuk. Itt tudom, furcsán hangzik ez, de egy kicsit visszatérnék a versenyzéshez. A horgászverseny az véleményem szerint 80%-ban otthon eldől. Tehát az a 20% csak az, hogy jó helyet húztál, vagy kevésbé jót, illetőleg kikülnek a környezetedben. A 80%-a felkészültséged, hogy megfelelőképpen készültél fel arra a vízre. A horgászatnak, amikor te elmész horgászni, akkor annak is hatalmas jelentősége van, hogy fogsz halat, vagy nem fogsz halat. Ha most kimész, és egy vajsavas etetőanyagot, vagy egy vajsavos magmixet viszel magaddal, akkor annak az esélye, hogy te halat fogjál, meglehetősen kicsi, vagy legalábbis nem nagy mennyiségű halat fogsz fogni. Ugyanezzel a vajsavas etetőanyaggal 2 hónap múlva rommá fogod magad, pedig olyan büdös, mint a lepra. Egész egyszerűen abba az időbe az kell a halaknak. A vaníliás etetőanyaggal, az egész apró szemcséssel valószínűleg egész apró halakat fogsz fogni 2 hónap múlva is. Tehát ízek, szemcseméret és szín. Szeretem így összegezni, bár mondták, hogy ne tegyem, de azért ez nagyon fontos, hát így osztanánk fel. Azon kívül ugye az illatintenzitás víz függvényében. Tehát ezt a tavasztól mondjuk télig, vagy januártól decemberig te hogy osztanád fel? Hogy csak így címszavakban. Tehát éveleje van, hideg van, és innen, ahogy tavaszodik. Jó. Én úgy gondolom, hogy sötét tónusú, fekete, sötét barna, barna etetőanyaggal horgászunk októbertől márciusig. Amikor márciusban elindul az élet, Hány foknál akkor indul az élet? hát elindul a vizekbe az élet. Tehát nem hőmérséklete határozod meg, hanem mire?
Vízhőmérséklet fogja meghatározni, de ez a napsütéstől függ, hogy mennyi fitoplankton lesz, ennek következtében mennyi zooplankton lesz, milyen lesz a szúnyoglárva kikelés, tubifex, egyéb vízi lárvák. Ezek mind akkor kezdődik el az élet. Akkor átmegyek egy világosabb, pirosas tónusba, ugye a pirosat nagyon sokszor full pirossal, szúnyoglárva mezőt imitálva horgászunk, és aztán utána ez viszonylag egy-két hónap. Vannak szituációk, amikor kirívóan jó nyáron is, vagy télen is a piros, de inkább ez az egy-két hónap, amikor úgy meglendül a természet, és a táplálék, friss táplálék érkezik a vízbe, ugye születik, kel ki, növekszik, gyarapszik. És aztán utána valamikortól már április közepe végétől megjelennek a zsemje színű világosabb etetőanyagok, amik július-augusztusra, tehát már 7.-8. hónapnál járunk, a kikerít sárgától egészen a fehérig is lehet, ugye itt tapellában nagyobb méretű halakra. De egyébként ez sem törvény, nincs szabály. Mert mi is például a legjobb féder eredményünket augusztus közepe végén fekete színű etetőanyaggal értük el. Tehát a táplálék beltartalma is nagyon-nagyon fontos. Tehát az etetőanyag beltartalma is nagyon-nagyon fontos. Eltalálni azt, hogy azoknak a méretű halaknak a szájához legyen igazítva, amiket fogni szeretnénk. Abban az esetben, hogyha te nagyméretű kárászokat és pontyokat szeretnél fogni, akkor vigyél magaddal 10 doboz csemege kukoricát. Mert azzal nem fogsz fogni apró bodorkát, nem fogsz fogni ilyen, hogy szoktam mondani, szavicimborám, már merem mondani, hogy barátom, hogy vízibaszókázni ne vigyél kukoricát, mert azt nem fogsz azzal fogni. Úgyhogy apró horog, apró csali, az a kis halakra való. Nagy halat nagyon ritkán fogsz egész apró szemcsés etetőanyagokkal. Kivételt képez ez a természetesen a metódhorgászat, ahol ugye pont arra appellálsz, hogy felhőt képezzél, és egy nagyon erős, halas, intenzív íz van ott a halak számára, amit gyorsan megtalál, főszív és megy tovább. Felegyütt a horgodat, és akkor meg van fogva igazából. Így van. Ez a metódhorgászatnak egyébként az egyetlen igazán erőssége. Volt szerencsém hozzájutni nagyon jó minőségű metódetetőanyagokhoz, rakósbottal kupakolva egy pontra beetettük, és mesbottal lőttük folyamatosan, és töredéke eredményt nem értük el, mint a metóddal. Egész egyszerűen azért, mert ott beérkezik ez a picike kis felhő, amiben benne van a egy szem csali, oda jön, rászív, azt az egy szem csalit fogja elszívni, és mire elindul, addigra már ugye a szájában van a halnak a horog, az ólom az maga megakassa már a halat, és nincs is lehetősége a halnak elmenekülni. Csodálom is egyébként rendszeresen, amikor ugye az történik, feltételezem, te is láttál már ilyen fenekező bácsit, akinek van egy füstörős kapása, így hívják, hogy ugye víz, botot, orsót, mindent visít a fék, a bácsi odaszaladt, és akkor beránt kettőt hátra, úgyhogy hogy még hátra is szaladt két lépést, nem is értem, hiszen amikor ez a füstörős kapás megtörténik, amikor a spic elgörbül, és húzza a féket, akkor az a horog a hal szájában van. Nem tudja le, így van, szakítsuk le, hát ha sikerül. De dominánsan ugye erős vastagszerelésekről van szó, csak a hal szájába tágítjuk a sebet, szakítjuk bele a horgot. De ha ilyen van, már nem kell bevágni, csak ráemelni, fölvenni a kontaktot a halnak. Tavasznál jártál, tehát fekete, sötét, stb., akkor egy kicsit menjünk át nyárba, melegbe. Megmutatod, hogy októbertől márciusig, és márciustól októberig.
Mondtam, akár világos, akár a fehér színig eljuthatunk. És értelemszerűen, amikor már elkezd visszafelé hűlni a víz, szeptemberben, akkor sötétedik. Kérdezi Dávid, megmaradt etetőanyag lefogyasztásáról mi a véleményed? Ez minőségtől függ, hogyha ez kenyeres etetőanyag, akkor az égvilágon semmi probléma nincsen vele. A halas etetőanyagokról is, ugye, ahogy az előbb a metodról beszéltünk, a halas etetőanyagokról is tudom azt, hogy nyugodtan lehet használni, használják. Ez hűtőszekrény kapacitás kérdés, illetőleg ugye, hát itt csaliknál szokott kérdés lenni, ugye, hogy lefagy, liofilizálódik, és amikor visszaengeded, akkor már más benne a természetes, vagy nem természetes, bocsánat, a kristályozás más, tehát a szűnyuglárva például annak a fagyasztása egy nagyon nehéz dolog, mert liofilizálódik, kiszárad, és ugye a fele elúszik, ha újra vízbe dobod. Egy nagyon nehéz megoldásra vár még, hogy hogyan lehetne 100%-osan felhasználni a maradék szúnyoglárvát, de az etetőanyagot én kényelmesen használnám. Kérjük azokat, akik még itt vannak és néznek minket, mert azért vannak, és vannak még kérdéseik, akkor azokat adunk egy pár pillanatot, hogy feltegyék, ha mégis maradt valakiben hiányérzet, hiszen lassan elértünk a végére. Én nekem van egy nagyon fontos, vagy számomra nagyon fontos mondat, kettő is, ugye beszélgettünk a folyóvízi horgászatról, a vízbáros horgászatról, dunai sztikuszós úszózásról, és ott van egy legendás mondatom, amit nagyon-nagyon szeretett a Marti is, és benned is megragadt. Az, hogyha kimegyünk horgászni, és hajnalban oda megyünk a vízpartra, ezek a halak valószínűsíthetően a partszélben tartózkodnak, és ott táplálkoznak. A lehető legnagyobb csöndben kell lenni. Főleg a Marcival volt az, hogy kimentünk hajnalban, és gyakorlatilag csak kézélekkel kommunikálunk. Nekem nagyon-nagyon fontos volt, megtanítottam rá őket, hogy emeljék a lábukat a sóderen. Ne rúgják a kavicsot, ne topogjanak, ne kiabáljanak, ne gyújtson rá, ne kapcsolja be a telefonján a zenét, ne beszélgessen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy maximum két emberes egy folyóvízi úsztatós horgászat. Mert ha ketten vagyunk, is nekiállunk beszélgetni, három ember már biztos beszélget, és abban a pillanatban a halak beugranak. Egyszerűen ugye tapasztaltak, hogy ez veszélyt jelent. Úgyis ugye ez volt a mondat, hogy a hal hal, mert ha nem hal, meghal. Igen, a halaknak igenis van fülük, igenis hallják azt, hogy mi történik kint a vízparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy csatornahorgászatnál, folyóvízi horgászatnál csendben kell lenni. Abban a pillanatban, hogy olyan zajok keletkeznek a vízparton, amik a számukra idegenek, akkor el fognak ugrani. Tehát akkor ismételjük el a leckét, a hal hal, mert ha nem hal, akkor meghal. Igen. Jó, igen, okay. Ez egy legendás mondatra sikerült. A másik pedig, ami az én számomra fontos, nem tudom, hogy még hányan vagyunk, de vagyunk, én ezt én missziómnak tűztem ki, és kérlek titeket, hogy segítsetek benne, hogy minél többet használjuk együtt, azt a kifejezést, hogy visszaengedtem a halat. Én magam is használtam, én magam is csináltam, nagy ritkán még most is csinálom, hogy visszadobom a halat. Abban az esetben, hogyha megtiszteled azt a halat azzal, hogy visszaengeded, akkor az a hal szinte 100%-ig túléli ezt a kalandot. Látjuk azt, hogy megfog egy halat, nem akarok semmit sem mondani, Lajos bácsi, vagy Ferike bácsi megfogja, és mondjuk a magas partról visszadobja. Ez egy olyan trauma annak a halnak, amit nem biztos, hogy túlél. És magában a beszédünkben évtizedek alatt kialakult, hogy visszadobtam azt a halat. És ez automatikusan egy kép az ember fejében, ahogy visszadobja a halat. És ezért próbálom mindenhol erőltetni,
és használni azt a mondatot, hogy visszaengedem a halat. Mert nagyon nagy különbség. Segítsetek, használjátok a kifejezést, visszaengedem a halat. Nem Visszaengedni. olyan. Jó, én részemről figyelni fogok rá, én is azt hallom, hogy a szavaknak mágikus ereje van, és nagyon-nagyon fontosak. Boki mondjuk, Zalán írja, a Szent Elpin iránti szeretete ne maradjon ki, mikor és hogyan találkozott a módszerrel. A Szent Elpin iránti szeretetem a mai napig nem múlt el. Én azt feltételezem, hogy még a Miló márka volt, illetve a Miló bolt az még a Bem utcában volt, de lehet, hogy már a másik helység, a Haller utcai helységben volt, ahol a Gödöny Iminél találkoztam, Gödöny Imrénél találkoztam először ilyen orsóval, ekkor megcsodáltam, nagyon beleszerettem, utána olvastam különböző angol szaksajtóban, ami nagyon jó hangzik, tudva azt, hogy nem beszélek angolul, de én nagyon-nagyon-nagyon körbejártam a témát akkor, és végül nem tanultam meg vele horgászni, mert egyrészt nem tudtunk akkor, vagy én nem tudtam akkor hozzájutni olyan centrepényhez, ami valóban megfelelő lett volna. Másfelől sem, tehát árban sem, illetőleg fizikálisan sem tudtam hozzájutni. Másodjára egyszerűen az én horgászidőm a versenyzésnek, most a versenyzés vezetésnek és a mindennek, az én horgászati időm annyira leszűkül, hogy éves szinten talán 10-15 alkalom az, amikor pecázok. És egész egyszerűen, de inkább kevesebb, egész egyszerűen ezt az időt nem tudom arra szánni, hogy megtanuljak egy technikával horgászni. Bármennyire is szeretnék. Remélem meg fogok öregedni, és akkor biztosan fogok centrepinnel horgászni, és majd akkor megkérem azokat a fiúkat, például az Alánt, akik most már ebben igazán jók, hogy mutassák meg, hogy ez hogy kell. De az, hogy a Marcinak a kezébe adtam, az, hogy sok-sok fiúnak a kezébe adtam, az én azt gondolom, hogy egy olyan utat járt be, ami tőlemtől független, mégis remélem, hogy valamilyen szinten egy mellékgyökérszála vagyok ennek a dolognak itthon. Szeretnék centrepén orsóval horgászni, bizonyára fogok is, de a stickúszót jelen pillanatban még mindig peremfutó orsóval használom. Nagyon szépen köszönöm. A utolsó témára rá terelem a szót így a vége felé, addig még van gondolkodási idő, hogyha valaki kérdezni akar, hogy úgy hívjuk ezt a pontot, hogy horgászfilozófia. Ami záróakorképpen annyi szokott lenni, hogy meg szoktam kérdezni bocsánat, a vendéget, hogy mit ajánl azoknak a fiataloknak, most kezdő horgászoknak, mire fókuszáljanak, hogy élvezzék a pecát és sikeresnek érezzék magukat. Te mit mondasz, mint horgásztanárember, fogalmazunk így? Minden horgászat alapja a snecizés. Az a probléma ma, hogy annyira fölgyorsult a világ, hogy a YouTube-ról úgy gondoljuk, hogy mindent meg lehet tanulni, és lássuk be azt, hogy nagyon sok mindent meg is lehet tanulni. De minden áron nagy halat akarunk fogni. A horgász akkor horgász, hogyha megfogja a nagy halat, hazaviszi és megmutatja, hogy ő fogott egy halat. Ma már a hazavivés az sokszor elég fényképen, de ők fognak nagy halat, ez a cél, hogy nagy halat fogjon. És minden gyereknek ez a célja, hogy nagy halat fogjon, mert ezt súlykolják bele, hiszen ennek a technikának, ennek az eszköztárnak a legtöbb a profitja. Én mindig úgy szoktam kezdeni, hogy tanuljunk meg snecizni, legyen egy biztonságos halkezelésünk, tanuljuk meg, miként éri túl az a hal, azt a kalandot, ami velünk történt, és legyen bennünk tisztelet. Egy picike gyerek igenis fölfogja, a 3 éves talán még nem, de az 5 éves gyerek már fogja, ha elpusztul a kezében egy állat. És a sneci szegénykémet, ugye, mint az egyik legtöbb példányszámmal élőt, ugye
Az rendszeresen éri az, hogy nem éri túl. De nincs pazarlás, mert a sirály meg fogja enni, meg fogja enni a különböző vízimadár, meg fogja enni a teknős béka. Tehát nem pazarlás az, ami oda visszakerül, még ha elpusztult is ez a sneci. És lássuk be, hogy a nagyon-nagyon sok millióból nagyon sok száz pusztul el egy nap. Viszont a sneci az, ami eredményt produkál, amit élményként föl tud mutatni, hogy ő igenis fogott halat. Abban az esetben, hogyha a zsebpecájával kimegy és fogja, fölrakja a kukoricát arra a nagy ronda aranyszínű horogra, ami az igazán nagy halazáshoznak a kelléktára, akkor ő nem fog halat fogni, és nem lesz sikerélménye. Kezdjen el snecivel a gyerek, Ezt nem értem. és Már bocsánat, tessék, de közben beugrott itt nekem megint egy oda, bocsánat, de figyelj. kezdjen necizni a gyerek, legyen neki sikerélménye, és lépésről lépésre tanuljunk meg járni. Én tudom, hogy a legnagyobb vágyálom mindenkinek az, hogy fogoljon 25 kilós pontyot, nekem nem. De ez a vágyálom, mert ezt a képet tolják az arcunkba. De nem lehet kihagyni, nem lehet egyből szaladni, nem lehet egyből világrekordot ugrani távolságban, hanem meg kell tanulni az odáig vezető útnak a lépcsőit is. És ez tele van buktatókkal. A És horgásziskola. így van, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meglegyen a megfelelő lépésszám ahhoz, hogy tudjunk már futni. Szuper. Nagyon szépen köszönöm. Vízben állva, fishingen, huntingon esetleg folytatás. A Fishing and Hunting filmek eléggé drágácskák, az elkészítésük, a műsorba kerülésük, mi egyebek. Ugye itt ezt a vízben állvát, ezt a Dovit szponzorálta, illetőleg fizette. Elképzelhető, hogy lesz folytatás. Nem biztos, hogy vízben állva, de Dunai horgászatot szeretnék még mindenféleképpen, mert ezt a Kátai Gergővel csináltuk, és ő maga volt az, aki azt mondta, hogy figyelj, én most megvágtam ezt a filmet, de dupla annyi maradt benne, mint amennyi beleraktunk. És rengeteg információt mondtál, amit még föl kellene használni és megmutatni az embereknek, csak szűk rá a hely. Úgyhogy ha egyszer majd lesz rá lehetőség, nem rajtam fog múlni, hogy lesz a folytatás. Szeretném majd egyszer látni a vízparton is, hogy hogyan ténykedsz, ügyködsz. Tehát itt élőadásban kérlek meg, hogy legyen majd egy olyan rész, amikor ezeket a dolgokat, amiről beszéltünk, gyakorlatban is megmutatod. Tehát ugyanígy kitesszük a kamerát, vagy kiteszed, és akkor egy kis élő, jó időben, jó helyen, mikor időd is enged, mikor 15 alkalom egyike van, akkor ugyanígy élőadásban bekapcsoljunk, és horgász egy kicsit majd valamikor. Az a helyzet, hogy én nem ennek a kornak a szülöttje vagyok, és már te magad is tudod, hogy nem tudom, hogy miért próbálsz belerángatni egy ilyenbe, te magad is tudod, hogy milyen nehézségek voltak az, hogy idáig eljussunk, hogy én ezt a gépet ide le tudjam tenni, és ez De így milyen jól működjön. eljutottunk, és milyen szuperul megy minden, és mennyire Igen. élvezi, aki nézi és Én hallgatja. látom, hogy élőznek, én látom, hogy élőznek, én látom, hogy ezt hogyan csinálják emberek, de én nem ennek a kornak a szülöttje vagyok. Mindenféleképpen csinálok valamit, lehet, hogy felvétel lesz, lehet, hogy megpróbálom ezt az élőt, mert mi történhet. Én bekapcsolnám nagyon szívesen egy ilyen beharangozzuk és akkor ugyanígy fogják nézni, és beszélgetünk ott is egy pár szót, csak majd a jövőben. Legyen ez egy távlati terv, hiszen annyira jót beszélgettünk, hogy én egyrészt, hogy 2 óránál tovább beszélgettünk, 2 óra és egy negyed óránál járunk, és még tovább beszélgetnék, de már nem akarunk más témákat megnyitni, viszont szinte sajnálom, hogy vége van ennek a műsornak és ennek a beszélgetésnek, annyira élvezem, és próbálok egy kis előretartást, hogy látom, hogy lesz még veled Nem beszélgetés. zárkózom el előle, nem zárkózom el előle, csak még nem tudom a megoldását. De talán például egy Zalán lehetséges, hogy ehhez ért, és lesz kedve hozzá, hogy segítsen, vagy nem tudom, hogy Biztos vagyok kicsoda. benne, Zalán az otthoni szemünk.
Valószínűleg egyébként vele meg lehet beszélni, meg fogom tudni beszélni, ő lesz az otthoni szemünk, és akkor majd ilyen operatőr szinten, és akkor ezt megoldjuk. Én egy dologra szeretnék megkérni még, ha megteszed. Leveszem az én képemet, hogy jobban lássuk, mi van körülötted, mert egyszer véletlenül a beszélgetéseink során én megláttam ezeket a kupákat, ott néhány belóg. Tedd már meg azt a szívességet, záróakkordképpen, hogy megemeled a kamerát egy kicsit, nem szeretem, ha mozgatják, de most kérem, hogy emeld már meg a kamerát, hogy lássunk egy pár kupát. Igen. Igen. Itt vannak a fontosabb kupák ezen az oldalon. Ugye itt magyar bajnokságok, Európa bajnokságra, innen, onnan, amonnan, és hát így az úgy folytatódik gyakorlatilag, nem tudom. Utoljára, amikor számoltam, 240 valamennyi magasságban járhattam, de az az igazság, hogy ez nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon szép és eredményes dolog, de ehhez egy élet kell. Tehát erre teszed fel az életed. És te feltetted rá. Ez az, amit kérdeztem, hogy mi a célod. Igen. Ugye lehet nagyon sok energiát beleölni valamibe, ha nem megfelelő a motiváció, nem jutsz el oda. Én nem is álmodtam, hogy idáig eljutok egyébként, amikor elkezdtem azt gondolni, hogy majd horgászversenyző leszek. Hiszen Én csak válogatott kerettag szerettél volna lenni, ahogy említetted. Az már egy cél volt, igen. Az már egy cél volt, és mindig legyen célom. Mikor világbajnokként hazajöttünk 2014-ben, akkor életemben, vagy legalábbis a visszaemlékezhető életemben először 2 hétig nem mentem ki horgászni, mert nem éreztem azt, hogy... Tehát nem volt, nem éreztem azt, hogy hova tovább. És aztán szerencsére így meg rájöttem magamtól, hogy hát hogy hova tovább. Hát jövő héten lesz egy horgászverseny. Itt meg itt oda kell menni, és meg kell mutatni azt, hogy van még tovább. Azonnal jöttek itt a csodálkozó arcok, a Tabori Attila rögtön, azt a mindenit. Én is csak ezt tudom mondani zárakozgépen, hogy azt a mindenit. És Gyulai Ferenc, nagyon szépen köszönjük, hogy ránk szántad ezt az estét, nagyon szépen köszönjük a rengeteg információt, és kívánunk neked további sok sikert, még több kupát, hogyha ez még neked mond vagy hoz valamit, és nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos beszélgetést. Vigyázz magadra, a legjobbakat kívánom. Köszönöm szépen. Engedjétek el a halakat. Sziasztok. Szia. Letesszük. Hú, hát... egy kicsit még én is az események hatása alatt vagyok. Én nagyon örülök, hogy sikerült összehoznunk ezt a beszélgetést, hiszen nagyon sok hasznos információ hangzott el, és tényleg egy olyan horgásszal beszélgethetünk, aki nagyon sokat tud arról, amit beszélt. Nagyon szépen köszönöm a kitartásotokat, és köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy kérdeztetek, hogy néztetek, hogy hallgattatok, és azoknak is nagyon köszönöm, akik majd ezek után fogják megnézni még a felvételről a műsort. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nézzetek be a Facebook oldalunkra, olvassátok a weboldalunkat, és tartsatok velünk legközelebb is, hiszen igyekezni fogunk továbbra is nagyon jó horgászbeszélgetéseket összehozni. Nem, a mai napon 2 év telt el, rengeteg műsor van már fent, pont a múltkor néztem, 125 ezer megtekintés felé mentünk, ami egy olyan műsornál, amikor leül két ember és beszélget, mindannyian tudjuk, hogy a mai világban ez egyáltalán nem pont a divatját élő műfaj, de mindig itt vagytok, mindig néztek, és utólag is megnézitek, amit nagyon köszönünk. Vigyázzatok magatokra, kívánok nektek további szép estét, kedves egészségetekre! Visszavárunk benneteket a jövő héten is. Sziasztok!